Tizedik fejezet, ahová maga nem mehet az ördög, asszonynal helyettesíteti magát. Ebéd után a pipatóriumba vonultak az urak, csak Feri maradt az asszonyokkal, és a szép kezek tisztelője hort. Az öreg Noszti jól érezte, hogy semmi se becsesebb, mintha az ember a maga terveinek a pántlikáját azokba a szépen kéklő füstkarikákba húzza, amelyek az ebéd utáni első szippantásokból származnak. Félrehívta tehát Kopereckit és homlódit egy messzebbeső pamlagra, és előhozakodott azzal a tervel, hogy már most Feriért kellene valamit csinálni. Te már úr vagy, Izrael, de ez a fiú sehogy sincs, mert úgy vegyétek a rokonság az összfamília erejét, mint egy századokkal dacoló épületet, amelynek vannak falai, bástyái, tornyai, de vannak repedései és gyenge helyei, ahonnan az eső becsorog a fedél alá. Ezt az épületet folyton erősíteni kell, ahogy gyengének mutatkozik, betömni, megszilárdítani, vaspántal ellátni. Ez idő szerint Feri egy igen törékeny gerenda, vele kell valamit csinálnia. Neveztest ki, jegyzé meg Koperecki kidüllett szemekkel, neki vörösödve, mert sehogy se akarta kiereszteni szájából a csibuk szopókáját, most lévén az illatos purzicsán a meggyulladás első stádiumában. Kineveztessem, és ugyan minek? Hát én megkínáltam magam mellett a titkári állása, mielőtt még Malinkát küldte volna hozzám, a stobaság. Sziszentföl Noszti Pál is fölemelte fejét magasra, kevéd dacsal. Ha egy szolgabíróságról volna szó, semmit se szólnék, de titkárság, mit gondolsz te? Egy Noszti titkár legyen nálad? Tudod te azt, hogy Nosz vezér, Tas vezérnek a fia volt, és a pusztaszeri vércsurgatásnál úgy is csöppelhetett volna, hogy most Feri nevezett volna ki téged, főispánnál, és nem te őt titkárrá, vagyis hogy én? Azaz, hogy esett ki hirtelen a textusból. Ne haragíts, menj dörgös, adta és lásd be, hogy mielőtt Ferit valami állásba tennük, előbb a föltételeket kell hozzá megszerezni. Milyen föltételeket? Noszti az előbbi fölgerjedés után ismét visszaesett anekdotázó kedvébe. Megmutatja erre az utat barátocskám, ami fölséges uralkodóházunk. Hadat viseljenek mások, te boldog Ausztria házasodjál. Egy szóval Ferinek meg kell házasodnia. Koperecki nagy szemeket mereztett homlódira, hogy az mit szól ehhez. Ki is van már szemelve a lány. Veti oda könnyedén homlódi. Én úgy tudom, hogy a közönséges életben az a logikai sorrend vélt a főispán. Először keres az ember állást, azután asszonyt az állás szerint. No persze, eltaláltad, szakítál meg nosztigúnyosan. Az csak nálatok kis tótulaknál van meg, hogy előbb valami kenyérbe, többnyire állami kenyérbe ültök, és ha az megval asszonyt hoztok rá. Gyermekeitek lesznek, akik ismét állami járszolhoz jutnak, és ez így megy folyton folyvást, míg csak a címerpajst lefelé nem fordítják. Nálunk, magyarulaknál megfordul a dolog, nekünk az asszony hozza a pénzt, vagy a hivatal elviszi. Nálatok a hivatal a bevétel, az asszony a kiadás. Még te gúnyolódol e fölött, szakad ki koperecki keserűen. No, no, nem rosszból mondom, bocsáss meg, édes fiam. Gyöngéden elérzékenyülve megölelte, hiszen igaz bizony szegény Vilmán még becsületes kelendjét sem kapott, elég szomorú. Én sem szemrehányásképp mondom, édesapám. No, hát akkor ne csípkelődjünk egymással, hanem értsük meg egymást. Ferinek a felesége kell, hogy vagyont hozzon. Nincs abban semmi szégyenletes. A kard és a karikagyűrű hozzák a domíniumokat azelőtt is a kard már a kutyái, az ember legfeljebb penzionált generális lehet vele 60 éves korában. A kardot, mint szerző kicsavarták a kezünkből az idők, de a karikagyűrű még megmaradt. Feri, nem azért mondom, hogy a fiam, olyan csinos gyerek pingálni se lehet különbet, és most ide vetődik éppen, mintha az Isten számára adotta volna le Tóth kisasszony. Á, ah, ahol az este voltunk. Igen, mit szólsz hozzá? Nekem tetszik felelt a főispán kétségtelenül kedves kis bolha, de... De? De Feri olyan borotva, akit már többször végig húztak holmi fokhagyma gerezdegen. És aztán mit akarsz ezzel mondani? Azt, hogy az ilyen borotva csilloghat, villoghat, még éles lehet a lányoknál, hanem a szülőket igen nehéz már vele megborotválni. A Velkovics Rozália esetét bizonyosan hamar meg tudják, és alkalmasint akad több is. Igen, szigorú vagy szegény Ferivel szemben. Nem. Én csak az igazságokat teregetem ki a teterveid színes pillangói elé. Okvetlenül meg kell próbálni, és a ti segítségtek a fő dolog. Feri fel az ebédnél, hogy szóljak veletek erről. Én már ajánkoztam délelőtt, be akartam mutatni, felelte homlózik. Én kivihetőnek tartom, ha a lánykát megbírja nyerni, de az különc. Én pedig megvallom, jegyzém meg Koperecki félig tréfása, félig komolyan. Irigylem tőle azt a lánykát, és és még mit? És azt se titkolom el, hogy rokon szenvezem az öreg Tóth Mihályal. Ő szépen is viselte magát irántunk, jegyzé meg Homlódi. De hisz ez csak ok, hogy őt rokonságunkhoz csatoljuk, érvelt Noszti. Hát, igen, ha a dolog magától megy, de ha például tőlem kérne tanácsot az öreg, én nem ajánlanám neki, hogy Ferinek adja a leányát. Feri nagyon léha, fráter. Naszti neheztelő arcot vágott erre, letette a csibukját, felkelt, és így szólt. Köszönöm neked, édes fiam, bizony, megint okosabb lettem valamivel. És ezzel a terembeli másik csoport felé indult. Kopereckiben megmozdult a szív. Ejj, ez már mégis cudarság, tőlem, ezt a szegény öregember kiszorít engem főispánnak, eget földet megmozdít, a dűlőre vigye ügyeimet, és mikor most hozzám fordul egy semmiséggel, hát én ahelyett, hogy... Bíztatnám, kegyetlen kézzel tépegetem az atyai érzéseit. Na, no, na, no, ne menjen, apa! Ugyanapa, legyen hát ezzel. Szereti a fickót, hiszen én is szeretem. Jöjjön a no, vissza, és mondja meg, mit tehetek ebben az ügyben, és megteszem, de ne haragudjék meg minden dibdább szó él. Minek tanácskozik, akkor ha azt akar, hogy mindenre fejed bólincsak. Ne csevegj hát velem, öreg, hanem parancsolj. Erre aztán mosolyogva fordult vissza Noszti, most már, mint egy diadalmas diktátor bánt el a megpuhított embereivel. Tőled csak annyit kívánok, Izrael, hogy egy kis apró pénzzel segítsed a sógorodat. Ilyen kényes kalandhoz nem foghat üres kézzel. Egy csinos fogat, inas, egy és más, olyan élet szüksége a leányfej bolondításhoz, mint a madárfogáshoz, a lépes vesző. Nota bene, jegyez fel minden, Feri vissza fogja fizetni becsületesen. Ha pedig ő nem tenni, itt vagyok én. A pénzed olyan biztos helyen van, fiam, mintha a szűz Mária kötényében lenne. Koperecki némán és sötéten bolindott a fejével, mintha elismerné, hogy az csak ugyan biztos hely. Isten neki megígérem, tette hozzá vontatottan. Ami telik. Te Adja, Prága, ne félj! Tőled pedig azt várom, sógor, szólt Homlódihoz fordulva, hogy mint mentor állsz mögötte, a familiából csak te ismered, tótékat sokat segíthetsz a fiúnak, kivált a külső szcenériákban. Ha teszem azt, valamit meg akar mondatni a szülőknek, vagy a leánynak, ha megakad a kerék, és emelni kell rajta, s többeféle, e hiszen tudod a becsületes gügyi mesterségét. De már Homlódi tiltakozott ez ellen, ő nem ért az ilyesmihez. Hagyjatok nekem békét, ökör vagyok én ahhoz. Hava én belegázolok, ott nem nő több fű. Én csak az egyenes, kitaposott utakat ismerem. Azokhoz értek. Bemutatom a fiút, megdicsérem, ha valaki megsérti, kiállok érte. Kérőnek is vállalkozom, ha úgy megy a dolog, hogy szemben rózsán, nézegessük meg egymást, keverjük a szép szót, a csintalan mosolygást, járjuk el a mártogatós, meg a kopogóst, adjuk a haragot az epedés fátyolán keresztül, és tálaljuk fel a színleges közönt a kacérság tálcáján. Mind szép ez a sok incselkedés, a mindenféle cselvetés egymás közt, a falakon belül is a végén kijön belőle valami bizonyos, vagy egy főkötő, vagy egy kosár. No hát ezt értem. De mikor ma azt mondja nekem a feriöcsém, hogy a világért sem mutassam még be, mert ehhez előbb tervet kell kigondolnia, mielőtt ismerné a leányt, még a falakon kívül, ez már nem az én eszemhez való, hiszen tudod, hogy megbuktam a tiszti vizsgán, azért kérlek, hagyjatok engemet ki, és adjuk át az egész dolgot a feleségemnek, mert az meg az ilyen dolgokat szereti mesterségesen felállított csapdákkal, iszallagokkal, kacskaringos útvesztőkkel. Hagyjuk Málira, amihez az hozzányúl, abból férj és feleség lesz, arra még az angol bank is ad kölcsönt. Az bizony, igaz lehet, örvendezett Moszti, hagyjuk Málikára. Eredj egy beszélvele magad, nagy örömet okozol neki, becsületemre mondom, és nekem is, mert legalább abba hagyja azt a game csikorgatást. Ugyanis a zongora hangjai hatoltak be a szomszéd szalomból, és Homlódi felismerte a maga kedvencét, egy részletet a lohengringből. Noszti a gyors cselekvés emberre volt, legott átment a szalomba, és megkért a sógorasszony, hogy ha majd bevégzi, adjon egy negyedórai órai audenciát fontos ügyben. Mire az menten összecsapta a kottákat, és otthagyta az zongorát, rendelkezésre állok sógor. Homlódiné született labikán Amália, ugyanis nővére volt a Nosztipál megboldogult nényének, Feri anyjának, labikán Milevának. Fürge, 40 és 50 közti asszony, erősen mongol vonásokkal ferdén vágott apró fekete szemei szinte sütöttek girbe gurba kis harca közepén, mint két tüzes parázs. Milyenek lehettek ezek húsz éves korukban? Egyéb iránt inkább rút, mint sem csinos, lapos tatárorra van lapos melle, mint a deszka, s amellett roppant keskeny homloka, inkább csak egy vékony csík, mely a homlokot jelzi. Az egész világ csodálkozik, hol tartja azt a sokészt, mert nagy eszűnek tartják a kutyafejű hercegnőt a megyében. Előkelőségében pedig felülmúl mindeneket, bár csak egyszerű nemes családból való. De úgy mondják, hogy ide telepedett öt tatár községnek, felső, és alsó tatárdinak, mahornyának, drengnek, voglánynak az ő ősei voltak a 13. században a vezérei, aminek a labikán labikán néven kívül bizonyítéka egy a család birtokában maradt gyűrű, melynek pecsétje két egymásba gabajodott sárkányt ábrázol. Olyan ez az öt tatár eredetű község népe előtt, mint akár Magyarországon a Szent Korona, vagy Angliában a nagy pecsét, hogy a király személye úgy szóval jobban benne van, mintsem sem, ahogy benne van az ő saját bőrében. Úgy, hogy ez a pecsét, mely idők jártával férfi kézből a, a homlódiné ékszerkazettjébe jutott, az utolsó labikánt, Nosztiné és Homlódiné fivérét évek előtt tépte szét a medve egy vadászaton. Még most is szuverénhez méltó klenódium, és ha a képviselőválasztáskor rányomja egy parancsra az utolsó lányivadék a Kán családból, hogy például Noszti kell szavazni, az öt falu tatárság ott van, mint egy ember, akár étlen szomjan a Noszti zászlók alatt, mert úgy rendeli a Kánok pecsétje. Máskülönben minden rúdsága mellett csupa sikk volt a kutyafejű hercegnő, csupa kellem, csupa ruganyosság, minden szavánál, minden arcizma mozgott, és a mosolyánál szinte megvilágosodott, mint a napfényjel elöntött tájak. Még az apró fülei is beszélni látszottak. Végig hallgatván Pál urat, kicsiny fekete szemei ugráltak az élvezettől. A vadást ismerem, de a vadat nem, mondá szaporán, aztán szétnézvén a teremben odaintette Ferit, aki valami albumokban lapozgatott. Végeztünk, jó helyre fordult, a dolog meg lesz. Most hagyjon beszélni a fiúval, gyere, gyere, te Pernahajder, hát csak ugyanigaz, amit a apád beszélt. Attól függ, mit beszélt. Hogy szeretnél megházasodni. Atyám tehát közbejárt Máli néninél. Atyád ismeri az illetékességi helyeket. Megnevezte az illetőt? Természetesen csak a legnagyobb bizalom vezet célhoz, és a legnagyobb óvatosság, mert jegyezd meg magadnak, hogy úgynevezett tapasztalatlan lányok nincsenek, csak ameddig nem szerelmesek. A róka is tud valamit, de a szerelmes leány többet tud. Hiszen az a baj, hogy nem szerelmes, még nem is ismer. Ez csak előny, mert így még semmi sincs elrontva. Úgy hallom, te is csak ma először. Tetszik? Feri úr vállat vont. Hát, úgy-úgy. És mi lesz a jutalmam, ha révbe segítlek? kérdezte incselkedően. Egy a bombon. Top! A mi madarunk lesz ő, ha csak nincs már másnak a lépén. Mert egyelőre semmit sem tudok. Magát a kisasszony sem ismerem, mindössze csak egy-két év óta laknak itt, és nem a mi fajtánk beliek. Hallottam egyet más tóték felől, de nem érdekelt az anyag. Hát várj egy kicsit, egy-két napot, még a titkos detektívjei meghozzák a kockákat, amelyekből kirakom az utadat. Mert tud meg, hogy vannak olyan koboldjaim, akik kulcsukon, ablakhasadékon, mindenüvé szétszállnak, ahová én küldöm, és meghoznak mindent, mit én akarok. No, ne bánulj, hogy rám nem vagyok én varázsló boszorkány, hanem ismerem az életet és ez az egész. Tudod mit? Gyere el vasárnap hozzánk voglányba, megcsináljuk az alaptervet, de ügyelj magadra, hogy addig ne találkozz valahogy a lányjal. Ebédre gyere. Csókolom a kezecskéit. Voglány, mint egy három-négy kilométernél fekszik Bontóvártól, egy szelit erdő aljában, labikán birtok, melyet a labikán lásztú halála után felerészben Nosztipál örökölt, felerészben Homlódi nép. Homlódi megvette a Nosti részt, kiparcellázta a földek és rétek kétharmadát a parasztok közt, amivel meglehetősen talpra állította magát, és azon felül megmaradt neki tisztán egy pár száz hold és a csinos kis váracs bástyákkal, tornyokkal egész középkorias pompájában. Még felvonó hídja is volt, és a kapu fölötti bástyáról két muskétás ágyú bámult le kevélyen a tágas fensíkról, melyet az ezüst gyík szelt ketté. Az indenső részen a tatár falvak lapultak meg a kéklődom alatt mezernye nevű városkával, melynek bádoktornyai messze csillogtak napfényes időben. Mezernyét tatár fővárosnak nevezték maguk közt a tatár kösségek, melyeknek tatár lakói negyedik Béla visszatérése után meghódoltak a királynak és itt maradtak. Tényleg, mezernye egészen a tatárokból élt, a boltokban a nekik való különleges kelméket árulták, a csizmadiák szabók az ő ízlésük szerint varták portékáikat, a szűrszabók nem tulipánokat hímeztek szűreikre, hanem pelikán madarakat. Szóval a tatár divat és kettelések szerint igazadott a tatár empórium mezernye, hol még a házaknak is olyan különös formájuk volt, mint a kalmuk vagy a cserkeszkunyhóknak. Túl a gyikon kék fátyolszövet úszkált a levegőben, ott már a vasút megy, s elbújik a hegyek közé. Az a veres torony balra a szétszórt házakkal körös körül alsó regettés, a Tóth Mihály úr birtoka, mögötte az erdőség tele van szarvassal, vaddisznóval, a megyebeli vadászok erről az erdőről álmodoztak. Mindezeket a kocsis mellett ülő hajdú magyarázta el, midőn a következő vasárnap a főispán négy lova röpíti Nosztiferit voglány felé az országúton, mely hála Mac Ádámnak és a hajdani viceispánok szeretőinek kik mindezen a vidéken laktak, olyan síma volt és olyan kemény, mint egy biliárdasztal. A főispán ispán Krapeci kocsisa nem tudta az utat, Feri úr sem, mert gyerekkora óta a fővárosban nevelkedett, azért hozták magukkal az öreg hajdút, ki egyet mást megmagyarázott, ha kérdezték. Különben szűk szavú volt, és különös szempontokból fogta fel az anya természetet, egyszer másszor élénken kiáltott fel, de jó volna itt szalonnát sütni rendesen valami liget vagy lombos vadkörtefa volt ilyen helyen. Aztán még szebb helyek következtek, előbukkant a kiskapornak, egy kis giliszta folyócska, mely a gyikba siet, hímes pázsit terült el a kapornok partján, füzesek, csalitok, az öreg neki lelkesedett, majdnem felsziszett. Ejnye, ezt az Isten és szalonna teremtette. Úgy látszik előtt az egész világ összes viszonylataiban, csak úgy jelentkezett, mint a szalonna alkalmas, vagy nem alkalmas hely. Homlódini szívélyesen fogadta unokaöcsét ki, hódolat teljesen nyújtott át neki egy kökörcsint, az ősz utolsó virágát, melyet az úton szakítatott a hajdúval egy pompás szalonna alkalmas fenyves alján. Ne mondja, hogy üres kézzel jöttem. Jó tettért, jót várj, Most Homlódini, kész a terv, ha előbb, ebédeljünk meg. Nem volt más vendég a háznál, csak négyen ültek az asztalnál, és a két homlódi fiú, mind a kettő tíz éves, mert ikrek, mind a kettő vásott kölyök, akik minduntalan összeverekedtek az asztalnál. Odakunn is örökké azt tették a parasz gyerekekkel. Szülőik nem tartottak mellettük nevelőt, hanem egy állandó sebészt, skultényi urat, aki az asztal végén ült köztük, és állandóan kezelte őket rendszerint 20-22 tapasz és kötés volt egyik-egyik úrfin. Igazi tatárvér, szokta mondani né nézze meg a fejüket olyanok, mint a mopszoké vagy a bizmárké, valóságos kutyafejek. Micsoda katonák lesznek ezekből, ha ugyan meg nem ölít maguk a nagykorúságuk elérkeztével a fölötti versengésben, hogy melyikük az öregebb, melyiket illeti a kánok pecsétje. A szülőknek sok gondot szerzett az erre való gondolat, még végre csendesen abban nyugodtak, meg hát legrosszabb esetben kockát vetmet rá. Ebéd után Homlódi visszavonult szundikálni, Laci Gyuri kimentek a sebésszel a falubeli kutyákat inzultálni Máli Málinéni pedig karját nyújtott a ferinek, és bevonultak a dohányzóba, ahol Málinéni maga is rágyújtott egy csibukra. No, hát utána jártam a dolognak, fintyi fanti, hanem nyomkod meg csak egy kicsit a taplómat, és most már ide figyelj, megcsinálom neked a diagnózist, azután megadom a receptet. Csupa fül vagyok, kedves Máli néni. Minden oldalról tájékoztattam magamat, és körülbelül minden tudok, amire az ostromhoz az első sakhúzásoknál szükségünk van. Tóth Mihály maga egy becsületes, egyenes, egészséges észjárásuk plebejus rettenetesen hideg józanságával egy olyan bástya, hogy ezen a réven nincs mit keresnünk. Erős fal, amin könnyen betörik az ember feje hanem az asszony egy pozsonyi kékfestő leánya, valami Kolbrun Kristina, hú rangvágyó kapaszkodni szerető asszony. Amellett nagy liba és majom szeretettel csügg az egyetlen leányán. Van benne a párvenű gőgéből is egy csipetnyi, egészen a mi terveinkhez való asszony, a szilárd mellett egy papendekli fal. Ezt ott és akkor lehet behorpasztani, ahol és amikor jól esik az embernek. De nem is kell behorpasztani, magától nyílik mindenféle kulcsra, No, most menjünk át ő rá. Te, Feri, te elpirultál. Nem, nem, csak a cigarettám füstjét nyeltem el. Na, no, Hát, ami a leányt illeti, az egy kellemetes teremtés, szerény és természetes. Nagy műveltséget kapott, de mégse kék harisnya. A ruháit Párizsból, Vortól hozatják a szülei, mégse játsz az úgynevezett paraszt komteszt, hanem úgy látszik szentimentális egy kicsit. Sok német regény szít föl magába, mindenáron azt akarja, hogy őt magáért rajongják körül az udvarlók, hiszen nem mondom, hogy ez lehetetlenség volna, mert elég csinos kis fruska. Én még ugyan nem láttam, de szava hihető emberek mondják. Hát jól van, adjon valamit magára, de ne kívánjon lehetetlenséget az emberektől. A nagy vagyon fogalma ez egyszer kétségtelenül elválaszthatatlan a személyétől, azon nem lehet segíteni. Ha az embernek például szép szeme és egyszeres, mint szép homloka van, nem követelheti imádójától. De csak a homlokomért szeres, mert az talán maga sincs tisztában miért szereti. A szép arc nagy segítség az alaknak, mint ahogy a szép alak is segítségére rohan az arcnak, és mindkettőnek nagy segítsége a var ruha, vagyis ami ezzel összefügg a pénzes láda. Ezek a kölcsönös egymásra való hatások kitanulmányozhatatlanok. Az, aki el van bűvölve, maga sem tudja, honnan szedte fel a benyomásokat, melyekből valóságos dicsugarakat font imádottja feje körül. Egy hercegnői korona a szeplőket is megszépíti, de egy hajkorona is a szegénység eltűnik, mint a kámfor két égő szem tekintetében. Szóval csodák vannak itt, de mit magyarázom én azt neked, aki már úgyis mindenféle zsírral meg vagy kenve. Higgye meg, sokat tanulok, Málinéni. Nos hát, Tótmarinak van egy habókja, amiről már az uram is beszélt neked. Minden udvarlójára gyanakszik hogy a pénzér dongja körül. Innen a sok kosár osztogatása. Mondják, hogy már több kérőnek adtak ki az utat. Kétségtelen, hogy erre nem hiányzik az ok, mert ahány végzett gavallér van a körülfekvő megyékben, az mind szerencsét próbál tótétnál. A gazdag leánynak híre van mindenfelé. Jönnek a nyalka uracsok, mint a darazsak a mézre. Tudod, az utolsó mozdulat. Mikor az emberek a mozduló földet akarják megállítani. Még Sáros megyéből is próbálkoznak, mindig tele van a porta. Sajtáriné koma asszonyom beszéli, hogy ott reggeltől estig sütnek, főznek, habot vernek, mákot törnek az egyik kocsibe, a másik ki. Tótné asszonyom oda van a nagy boldogságtól, az úr egy kicsikét sokalja, és néha bosszankodik, de a kisasszony maga teljesen megcsömörlött a bókoló lovagoktól, és olyan hideg irántok, mint a jégcsap. Sőt, most már, ami nem csoda, beteges mániája, hogy csak is a hozományára vadásznak, ez volna tehát az ügy állása magánál a leánynál. Bizaz nem valami bíztató, monddál Feri úr savanyú hangulatba esve. Azért csak ne erezd le az orrodat, mert a dolog nehéz lesz ugyan, de éppen azért szép eset, és engem főleg ez izgat. Mert lásd a galambot például, könnyű megfogni egy-két szemet vetnek az ember, is leszáll rá. Meglőni azonban nehéz, mert sajátságos a repülése. Nos, az urak mégse fogdossák, hanem lelövik. Nehezebb az élvezetesebb, hiszen van benne valami, Bizony jó szerencsét, hogy múltkor a gyűlés alkalmával nem mutattad be magad. Már vége volna. A te közeledésed még gyanúsabb, mint a többi gavalléroké. Miért, kedves tántika? Mert, de ne haragudj meg, a te becses egyéniséged valóságos, messze kiabáló transzparens. Gazdag kerestetik, lámpionokkal van kivilágítva rajtad. Mindezeknél fogva nagy körültekintéssel, hajszálnyi finomságú stratégiával kell megostromolni a kisasszonyt. Azt magam is belátom, de... Azt kell vele elhitetni, hogy önzetlenül beleszerettél egy kis romantiká, vegyítendő, mint ahogy élesztő kell a kenyérbe. Hiszen persze, de ne szólj, kérlek, közben meg kizavarsz a textusból, hallgass és figyelj, hogy mit kell tenned mindenekelőtt, meg kell tudnod, milyen lapokat járatnak a tótér. Az a legkönnyebb, mert meg lehet kérdezni az alsó rekettyési postán. A világért se semmi nyomot nem szabad hagyni, még később, mikor a kombinálás ideje következik, de halomra dönthetne mindent. A legnagyobb óvatossággal és rafinériával kell megtudni a lapokat, pedig az ugyancsak csekélység. Mikor a lapokat tudod, akkor egy olyan semleges helyen kell valahol meglátnod a kisasszonyt, ahol se téged nem ismernek se őt, és valami olyan jellemzőt kell rajta megfigyelned, ami mint egy fogantyú legyen a további eljáráshoz. Nem értem. Majd mindjárt kidomborodik. Mondjuk, hogy a vasúton találkoznál vele, és ő egy piros kötésű magyar regényt olvasna, és történetesen kék pettyes ruhát viselne. De mint ismeretlen néhány epedő félénk pillantást vetnél rá, ez hozzátartozik a taktikához, Budapestre érve egy hirdetést tennél be a lapokba, melyek hozzájuk járnak, de egy pár olyanba is, amely nem jár hozzájuk. Egy hirdetést? Csodálkozott az ex-hannagy, csak tán nem. És ezzel, mint egy lehúzatva a levegőből, ahol csodálatos szárnyakat vélt kapni, ösztönszerűleg nyúlt a zsebéhez, Kihúzta is kis kézitükrét, és megnézegette magát benne, mintha mondaná, el, lári, fári, itt az én erőm. Úgy van, hirdetést, úgynevezett apró hirdetést folytatá homlódiné. Ami nőkkel tele vannak most a lapok utolsó oldalai, ámornak pocsolyái. Ebben a hirdetésben már tudnék, ha így történnék a találkozás, körülbelül ennek kellene lennie. Egy szőke fiatal hölgy ki ekkor is ekkor ezen és ezen a vonalon utazott, kékpettyes szövetruhát viselt, vöröskötésű regényt olvasott, olyannyira kitörölhetetlen benyomást tett kedves egyéniségével és szépségével az ott őgyelgő fiatal emberre, hogy legyen bár férjes asszony vagy hajadon, boldoggá tenni őt, ha bővebbi ismerettség ápolása céljából, kizárva minden rossz gondolatot megsebzett szív jelige alatt posztresztant Budapestre levelet írna, és abban saját lakhelyét és jeligéjét közölve a válaszolást is megengedné. Egy szóval valami ilyesfélét foglalna magában a hirdetés. Ugyan, ugyan mit gondol, kedves néni, vágott kezbe Feri úr hisz ez szerelmes diákoknak és patikárius legényeknek valós tikli, engedjenek, de ilyenek után már csak a marólúg ivás következhetik. Homlódiné fölénnyel nevetett, megkapván a feri fejét, jól megrázta, miközben kinyomkodott a homlokán, hogy ott talál Vimerlit. No, hallod, nem hittem volna, hogy te olyan mamlasz vagy. Van is neked fogalmad a pszichológiáról. Úgy látom, az asszonyoknak csak a külső bőrét ismered, de hogy mi lakik alatta, arról fogalmad sincs. Szégyeld magad, fiacskám, hiszen éppen az a nagyszerű ebben a hirdetési metódusban, hogy olyan diákos, olyan primitív. Ilyenhez csak nem nyúlhat egy úgynevezett a rangbéli gentry, egy a neve címere csillogásával dolgozó stréber, aki a milliómos most tótmáriát akarja megkaparintani. A tótmáriákra nem így vadásznak, ez csak a pipereárus vagy a varróleányoknak jó, de éppen azért rendíti meg tótmarit, mert tótmari így fog okoskodni olvasván a hirdetést. Ez nem a ficskurs kalp közül való, ők másféle tomahawkokkal dolgoznak. Ez nem ismert engem, nem tudta ki vagyok, mim van, csak meglátott és megtetszettem neki. Íme végre valaki, aki szemet vetett rám, aki magamért kívánt meg. Valami tapasztalatlan jogászfiú, vagy talán egy utazó ügynök, boltos legény, de mindegy, a tény az, hogy megtetszettem neki, bizseregni fog a kislányvére, majd meglátod, és csendes, holdvilágos estéke pislákoló csillagok fénye mellett, mikor megszabadul a körülöttelepzselő fecsegőktől, sokszor jut majd eszébe, hogy van valahol valaki, aki ő rá gondol. Vajon hol jár, kicsoda, mit csinál most, az ábrándozás egy kis ablakot nyit neki a nagy végtelenségben, ahonnan rálát, aztán mi hasznom lesz nekem ebből, ha szabad megkérdeznem. Egyelőre alkalmasint semmi, mert azt magam sem hiszem, hogy a posztresztán levelezésbe beleugorjon, ám bátor nincs kizárva, mert egészen fehér liliomok csak a kertekben nőnek, a szoknyában járó liliomokról sohasem tudhatni bizonyosat. De legyen így vagy úgy, egy bizonyos, hogy egy különös leány szívében nyomot hagy az az esemény, lesz ezen ezentúl egy ismeretlen valakie, akit homályos sejtelmekből mindenféle kellemes tulajdonokkal ruház fel, és valahányszor este a cipőjét leveti, a gyertyáját eloltja, egy elröppenő sóhaj indul hozzá még egyszer, aztán miután az elvetett mag eléggé kicsirázott a szívben. Megnőtt, és már azon a ponton van, hogy a kalászait is hányhatja, megjelenik a színed ő maga, az illető szeladon. Moszti Feri élénken vetette fel a lehorgasztott fejét. Hogy, hogy? kérdé mohon. Homlódiné diadalmas mosolygással ringatta magát a hintaszékben. Most értünk már a harmadik felvonáshoz, a báránybőrbe bújt oroszlán leveti végre a báránybőrt. A patikárius segéd szentimentális szerepéből visszavedlik Noszti Ferenc úr azzá, ami volt. Az az, hogy még mindig következik egy szerep, mégpedig most jön a legnehezebb, egy pillanatig diplomatává kell lennie, hogy a ravasságának eredményeit leszedhesse. És most vigyázz már! Csak folytassa, folytassa, kedves Tante! Á, ugye kezd érdekelni? Akár csak a seherezáde meséi a kalifát! Mit, te gúnyolódol? Ha jó, csak ide kutyaházi hadd adjak közbe egy pofont. Íni. Hát igazán nem érted, hogy mi mindent csinálhatsz kellő ügyességgel ebből a mesterségesen előállított romantikából. Sőt, nem is sejtem. No, hát mondjuk, hogy ezek a lappaliák, amelyek a tervemben foglaltatnak, már mind megtörténtek, egy darabig hagyjuk forni, érni, például a farsangig. Farsankor aztán eljössz voglányba hozzám egy bálba, vagy bontóvárra a sógorodhoz, mert akkoráig Vilma is beköltözködik, és bizonyosan ad egy-két főispáni bált, vagy estét. A bálban ott lesz véletlenül Tóth Mari és akinek be fognak mutatni. Te akkor egy kicsit zavarba jössz, hebegsz valamit, amivel elárul, vagy legalább érthetetlenné teszed magad. Kimagyarázás válik szükségesé, vagy mit tudom én, mit csinálsz. Mert az ilyenben a pillanatnyi szituáció a legjobb tanácsadó. Esetleg úgy vezeted a beszélgetés fonalait, mintha nem annak a személynek tartanád semmit nem gyanító Maridat, akiben a laphirdetések szerint beleszerettél, mintha csak csodálatos kép hasonlítana hozzá. Vallotni kezden messziről indulva, hogy nem utazott -e az ősszel ezen vagy azon a vidéken, nincs -e egy vöröskötésű regénye, egy kékpetyes ruhája, stb. Mikor bevallja, hogy van, akkor már elárultad magad, elpirulsz és elhallgatsz, mint egy tetten kapott diák. Ő meg lehet, nem pirul el, nem árulja el magát, mert a mi fajtánk jobban tud tetedni, de azért biztos lehetsz, hogy már tisztában van mindennel, hogy már tudja, ki vagy. Bravo, Tantika! Kiáltott fel az ex hadnagy lelkesülten csillogó szemekkel. Hiszen maga lángész, hiszen ez remek dolog. Látod, mondtam én neked. A terv úgy szólván csalhatatlan. Ha valami bolond véletlen ki nem akkor összehuppan, mint a hólyag. De azzal, amit mondtam, ki is van már merítve a taktikai része, a többinek magától kell történnie. Noszti Ferenc udvarolni fog ezentül a maga módja szerint, mint a többiek, és ha bár szegényebb is azoknál, és talán falánkabb a hazományra, mint hiába csacsokhatja az egész világ, figyelmeztetheti minden jó ember, hogy ilyen vagy, amolyan lumb, és csak a pénzét akarja, nem fogja nekik elhinni, mert lesz egy döntőszavú pártfogója ott belül, az ő gyanakodó, bizalmatlan kis szívében, aki védelmezze. Nem igaz, nem igaz, tudom én, hogy nem igaz, tudom én, hogy szeret egyedül magamért. Fölségesen van kigondolva. Ez a házasság annyi, mintha már meglenne, mert ha nem felelnek is meg egyéni tulajdonságaid annak a mintának, amit képzeletében kifestett, az nem fogja nagyon zavarni. Az elképzelt tulajdonságok csak ködös képek, melyeket ki lehet cserélni. A ráma ellenben az ő saját hiúsága, amelyet te kielégítettél. A rámát tehát megtartja, el nem dobja, de a képeket lassanként cserélgeti, a képzelt tulajdonságaidat a valódi tulajdonságaiddal, és ez olyan csodálatosan megy végbe, hogy észre sem veszi, csak amikor egy órában meghökkenve látja, hogy már te vagy az ideális, nem az elképzelt hős akkor lesz te derékgyerek, gyerek. Fintyi, mert még a hibáid is megszépülnek, mind-mind erények lesznek. Bocsánatot kérek, Máli néni, de egyet nem értek, vágott közbe Hogyan mondhatja Tóth kisasszonyt, hiúnak, amikor éppen abból indultunk ki, hogy mennyire szerény, magát rútnak tartja, és azt hiszi pusztán hozományára pályáznak udvarlói. Mert nem vagy lélekanalizáló kis szamaram, hiszen éppen az a nagy híúság, hogy tükrének se hisz, udvarlóinak se hisz, hanem még valami erősebb tanúbizonyságra vágyik. Benneteket férfiakat könnyű megtéveszteni, ha asszonyféléről van szó, pedig megtanulhatnátok, például egy lakásnál, ha zsinort láttok, mely akár a plafondon szalad végig, vagy alul a falakhoz tapadva húzódik el, úgy elhajlik, amúgy elhajlik, néhol a falba visz, teljesen mindegy, ha kék, ha zöld, ha vörös, az azért mind a csöngettyűből indul ki, és a csöngettyűhöz vezet vissza. Mondjuk, hogy tót kisasszony egy napon megszeret téged. Bizonyal nevezhetjük azt irántad való gyöngédérzésnek, de ennek a szállai az adott esetben az ő személyi hiúságába vannak bekapcsolva, onnan indulnak ki és oda vezetnek vissza. De ez neked túl magas, ezért hát ne sokat okoskodj, hanem amit én most itt töltsérrel a fejedbe öntöttem, vidd keresztül okosan, és meglásd, lagzi lesz belőle. Az kezdet be van fejezve, uram. Feri felkelt, hálásan kezet csókolt Máli néninek. Köszönöm a, a jó tanácsot, elfogadom minden pontjában, és teljesítem, mint egy katona, akit háborúba vezényelnek. De természetesen itt nem elég a saját igyekezetem a gondviselés segítsége nélkül. Mindenek előtt alkalomra volna szükség, hogy valami messze lévő semleges helyen láthassam meg a kisasszonyt, bontóvár vagy a környék nem elég alkalmas színhely. És itt mindenki meg tudná nekem mondani, hogy a ki a bájos ismeretlen, aki rám oly mély benyomást tett. Minek kellene itt a laphirdetésekhez fordulni, nem? Nem, ez túlságosan együgyű griff lenne. Ilyenkor ősszel pedig bizonyosan nem utaznak tóték sehova. Hát, úgy tudom, nagy szőlőjük van túl a Dunán, a hegyen Ilyen időtájban odajárnak járnak és mint hogy berendezett házikójuk van a szőlőben, néha ott maradnak másfél hétig is. Ez egy eszme. Elmégysz? Eszeveszetten. A kutyafejű hercegnő megfenyegette az ujjaival. De Elne ne hirtelenked semmit. Ez a plánum most már annyira szívemhez nőtt, mint a nagyíróknak a sérdúvriük. De Elne ne ronsd, azt mondom, mert különben velem gyűlik meg a bajod. Hát mi lesz, ha Megharaplak, szólt a tatár hercegnő tréfásan, kivicsorítva a fogait. Mind megvoltak, és olyan szép sárgák voltak a dohányzástól, mint a borostyánkő. 11. fejezet. Az olvasó visszavitetik a régi időbe, mikor még a méz is édesebb volt. 35 évvel történetünk kezdete előtt élt Pesten egy Nagy István nevű Tajt Pipa akkor ez volt az első mesterség. Az egész ország pipázott reggeltől estig. Dohány volt, quantum satis, az urnak termett a többi lopta. A tekintetes nemesség, mint egy élet céljának tartotta, minél több pipát és szipkát, minél szebben kiszínni, úgy, hogy azok úgynevezett bajuszt ne kapjanak. Akinek az sikerült, az rendesen bizonyos önérzettel tekintett múltjára, mint aki nem hiába élte sárgolyóbison. Egy-egy szép, egyenletesen kiszít szipkáról, úgy beszéltek országszerte, mint a kohinorról szokás, hogy itt és itt Radvánszki bárónak, Radványban, vagy Recskiadrásnak, Szabolcsban egy olyan maagóni színűre kiszít pipája van, hogy nincs azon annyi makula sem, mint a Szent Rozália palástján, hogy olyan erős lett, kétszer ment át rajta szénás szekér, kerekes, meg csak egy karcolást sejtett rajta. A pipafaragás művészet volt akkor, sőt, egyéb művészet ebben az országban nem is volt. Nagy uram, Egyet -egy sikerült pipájáról legalább annyit beszéltek az emberek, ha nem többet, mint mostanában egy színdarabról, milyen a makja, milyen a nyaka, a kupakja, ha valami újabb formájú bevégzett művetett ki a kirakatba, az úri utcában, egész népcsődület támadt előtte. Az összegyűlt bámészkodók szívesen elúságoltak némi intim részleteket a nevezetes pipakészítő műhely belső életéből, hogy tudnélik valami. Tóth Mihály nevű legénye van muramnak, azt csinálja a legszebb példányokat, csodálatos keze van hozzá. És igaz is volt. Ez a mostani alsórekettyési Tóth Mihályunk, a Nagy István műhelyében dolgozott 30 pengő forintokért havonként, ami akkor szép pénz volt, mert 90 20-as lakott benne. Egy húszasból pedig meg lehetett élni naponként, úgyhogy még a koldusnak is adhatott volna az ember egy részgarast, ha lett volna koldus hanem hiszen talált annak helyett Tóth Miska. Bolondja volt a könyveknek, és ami jó megjelent a könyvpiacon, azt mentem megszerezte. Ahelyett, hogy elment volna devernálni a két kék bakokhoz, vagy a két pisztolyba, vitte a könyvzsákmányát a Frűjjársfeld utcai tiszta kis szobájába, és beszítta, mint a szomjas növény a harmatot. Bolond volna bortin, mikor nektárt szülcsölhet a pénzért. Igaz, nem sok könyv termet, attól nem megy az ember tönkre, és ami termet volna is, az író agyától még nagyon messze esett a könyvesbolt. Petőfi Sándor például nem bírtak kinyomatni, az összegyűjtött verseit nem volt rá pénz. A főurak, akiké volt az ország, nem törődtek az ilyesmivel, kártyáztak, ittak, ettek és böfögtek. Egy szabó mester, Tóth Gáspár uram, ki a nadrágjaikat varta, gondolta el magába, hogy az ő kötelessége illőköntösbe megjelentetni a legbecsesebbeket, ami akkoriban a Magyar Földön termett, és leszúrt néhány száz forintot a költemények kinyomatására. Örök szégyen az akkori nagyurak, akik pedig lapáttal szórták a pénzt mindenütt, ahol nem kellett. Az egyszerű szürke bekecsek és dókák alatt meleg szívet dobogtak. Kasznárok, prókátorok, mesteremberek nevei vannak megörökítve az akkori könyvek végső lapjain, ahol szokás volt ösztönzésül kinyomatni az előfizetők lajstromát. Azok a jámbor becsületes szegény emberek tartották meg az országot, akiké nem volt. A nemzeti lélek bújdosott vándorolt, hol itt tanyázott, hol ott, mint egy peregrinus. Néha sehol se volt. Talán el is veszett már. Majd ismét fölbukkant, ej, hát megvan még, és milyen furcsa helyeken gyúlt ki, ahol senki sem kereste volna. A császár katonáinál, a testőröknél Bécsben. Aztán vándorolt, egyre vándorolt, és nem talált állandó helyet egy osztálynál sem, ahová szállt. Abban az időben, melyről írunk, a középosztály legalján húzódott meg. No, fog az még följebb is menni. Debiz az lejjebre vett az útját, volt az iparosnál, láttuk a parasztnál azóta, hiszen nincs kizárva, lehetett valamikor a nagyuraknál is, csak hogy azt még nem láttuk, vagy hogy még csak ezután jut oda, de már szeretnénk látni. Tóth Miskának a könyveken kívül egyéb iránt volt még egy mágnese, a nemzeti játékszín. De hogy is maradt volna el valamelyik előadásról, kivált, ha történeti darabot adtak, még egy szomorú napon ennek is vége szakadt, egy jó barátja kedvéért. Velkovics Gyurinak hívták a barátját, ugyanabból a városból való volt, ahonnan ő. Nagy szétsényből. A szüleik szomszédok voltak, és komák. A Velkovics uram Szics műhelye egy házban volt a Tót Máté pékboltjával, úgy szóván egy családot képeztek, és épp annyira szerették egymást az öregek, mint a fiaik, akikből mind a ketten diplomás embereket akartak faragni. Tót uram prókátornak szánta, a miskáját, de az anyja ellene szólt. Soha nem adom a fiamat olyan mesterségre, ahol annyit kell hazudni. Tóth papot akart belőle, de ezt meg az apja kifogás voltak. Erejt te golyhó, hiszen a papnak még többet kell hazudni. Ami annyival rosszabb a prókátorénál, mert ezt nem illik el nem hinni. Egymás iránti gyöngétségből mindenik elejtette időközben a maga kedvenc tervét, és amikor arra került sor, hogy a két egyformakorú fiúcskát losoncra viszik a nagyiskolába, abban állapodtak meg kölcsönösen, hogy Velkovics koma el, mi legyen a gyerekből. A koma nem vonta meg a jó tanácsot, a mi fiunk doktor lesz, hát legyen a Miska doktor. Ez pedig azzal indokolta, hogy ők, mármint Velkovicsék, már nagyon öregek nem pörlekednek senkivel, fiskálisra nincs szükségük, ahelyett sokat betegeskednek, tehát doktorra van szükségük. De egy doktor mégiscsak, egy doktor még ellenben, ha Miska is doktor volna, és valaki megbetegednék a két család közül, még konziliumot is lehetne tartani. Már pedig milyen szép és úrias dolog, mikor híre terjed a városkában, hogy Velkovics uram vagy Tóth uram fölött konziliumot tartottak ma a doktorok. Debiz ezzel se fegyverezte le a péket. Micsoda? Kiáltá és a félszemével a feleségére bandzsított. Hisz a doktornak kell a legtöbbet hazudni, és ez még a papénál is rosszabb, mert soha se lehet rájönni. Ebben az anyóka is osztozván, végre sok hánytorgatás keresgélés után, kikotorázták a mérnöki pályát az egyedülit, amiben nem lehet hazudni. Ősszel aztán a jövendőbeli ingyellér és doktor egy becsületes német származású pipametszőjét Strom Adalberthez kerültek kosztba losoncon. Strom mesternek magának is volt egy tanuló fia, ifjabb Adalbert, akivel a fiúk összepajtáskodtak, őszinte, szinte megható barátság fejlődött ki köztük. Kedves, gyöngéd, Gontalan évek következtek egész a retorikáig, gomboztak, labdáztak, pigésztek, és egy kicsit tanultak is. Eminens azonban csak miska volt közülök, kérül a professzor urak azt tartották, hogy nagy koponya és sokra viszi az életben, ha valahogy útközben el nem veri a ragya. Éles esze volt, dacos nyaka, jó élete. És csak ugyan, ő tört le legelőbb. Egy kis kolera szaladt végig az országon, és apja anyja meghalt váratlanul nem hagyván, maguk után egyebet, csak jó emléket az ismerősöknél. Abból azonban nem lehet kosztot fizetni strombapónál, ezzel tisztában volt Miska, s a temetésről visszamenve Losoncra azzal az elhatározással állított be a műhelybe, hol az öreg strom dolgozgatott, hogy az új helyzet szerint helyezkedik el a világban. Strom úr mondta, noha eddig elég bácsinak szokta nevezni, Szüleim meghaltak, és nem maradt utánok semmi vagyon. Hallotta édes fiam, sajnálkozott a derékmester. Ebből aztán az következik, Strom úr, hogy nem bírom tovább fizetni az ellátást. Ej, ne törődj te ilyenekkel, ahol két Pani Perda jól lakik, ott a harmadik nebuló se pusztul égen. Nem kell nekem kegyelem kenyér, Strom úr, vágott közbe a fiú keményen. Köszönöm alásan a jó szívét, de nem kell. Ejnye forgósatta, csodálkozott a jó ember, és a szemöldökei felszaladtak a homlokára. Hát mi a menny dörgős figy fenekel? Eddig én fizettem önnek, most már azt akarom, hogy ön fizessen nekem. Hogy, hogy barátja az erénynek? Strombó nagy előszeretettel tanult el az ilyen diák kiszólásokat. Hát úgy értem a dolgot, hogy én évekig nézegettem itt a műhelyben, miképpen faragják önök a pipákat és meccig. Otthon aztán a vakációban én is próbáltam a faragást, és azt hiszem, hogy hasznomat veheti. Ugyan ne izéte, bolond. De a fiú addig erősködött, addig követelt, engedjen hát neki a szerszámaival itt a műhelyben egy pipát csinálni, és olyan határozott, imponáló volt a föllépése, hogy az öreg strom nem volt képes megtagadni a kívánságát. Jó, no, bánja a szesz, roncs hát vel egy darab tajtékot, ha már annyira rátérdepeltél a lelkemre. Nevetett, hagyta, oda se nézett többi méltóságán, alul tartotta volna felülni, úgy vette, mint egy gyerekes szeszélyt, és kiment inkább a kertbe a palántáit öntözni. Miska pedig egész délután dolgozott szorgalmasan, és amikor a mester este akaratlanul odapillantott és meglátta egy pipának a kibontakozó nemes idomait, a finom vonalakat, a karcsú nyakat és a ráfaragott vizsla félig elkészült figyelő fejét, ijedte, csapta össze a kezét és megrázta a diákot. Vesd le a csizmádat, hé, hadd nézzem meg, ha már nincs el úd lábad, nem vagy -e maga az ördög. mutass csak ide azt a pipát. Megnézegette, megforgatta, csóválta hozzá a fejét, dörzsölte a szemét, nem álmodik -e? Elimádkozott hamarjában egy hiszekegyet, keresztet vetett magára, aztán így szólt. No hát, fiam, te nagy talentum vagy. Vétek lett volna neked a könyvek közt megpenészedni. Itt maradsz a műhelyben, és úgy lesz, ahogy te mondtad, most már én fizetek neked, de egyszer, mint megmutogatok még egyet mást. Miska tehát fölvette a zöld kötényt, kimaradt az iskolából, és ott dolgozgatott az öreg strom oldalán két-három évig. Mindjárt az első pipáját a híres bornemiszsa csendbiztos vette meg a kirakatból, ami nem csekély dicsőség volt, mert a nagy csendbiztos, kinek halála után még sok évtized múlva is Bornemisszáknak nevezték abban az ország részben a pandúrokat, egyszer, mint nagy pipa értő hírében állt, és elég volt egy mestert kiemelni a homályból, maga az a tény, hogy az ő szájában látták az alkotását. Miska hova tovább olyan pipákat készített, hogy addig szállt, szállt a hírük, míg a nagy István uram fülébe is eljutott, és elcsalta a legényt magához Pestre. Nem sokára oda kerültek a pajtások, az ifjú stromot, akit időközben katonai iskolába adtak volt, oda nevezték ki habnagynak. Velkovics Gyuri pedig orvos vendég lett és ismét együtt lakott Tóth Miskával a Frijárszfeld utcai szobácskában. Csodálatos, hogy sem a nyalka huszárhadnagy, sem az almamáter máter gólyája, nem resteltek a mesterlegénnyel barátkozni, ebben az időpontban lévén az ifjúság a legzöldebb, sőt, bizonyos fokig tekintély volt Miska, aki imponált nekik és akire hallgattak. Megszokták fölényét még az iskolai padokban. Megy az idő, forog a világ, kopik az ember. Egy nap, mikor Gyuri másodéves pedikus volt, letette a kanalat meg a varrót, örökre Velkovics Dávid uram is, Velkovics már korábban elhalt, és minthogy egy kis leányka is maradt, Fruzsina, Gyuri tanítatására nem jutott pénz. Gyuri végszorultságában egy Bécsben lakó rokonához, anyja testvéréhez, doktor Protokhoz fordult, egy szép érzelmes levéllel anyagi támogatásért, mert a szülői házban gyakran hallott meséket a vagyonos orvosról, kinek tele van a szobája megrendelőkkel, és aki hallani se akar nővéréről, a szegény szűcsnéről, gőgje vagy talán fösvénysége miatt. Doktor Protok nem is válaszolt a levélre, ami roppant kétségbe ejtette Gyurit, de Tóth Miska megvigasztalta. Ne fékenyeres, ha minden gát szakad, itt vagyok én, megosztom veled a keresményemet, mindenképpen el kell végezned az egyetemet. És azon túl búcsút mondott az irodalmi műveknek a szellemi szórakozásnak. Ő fizette a kosztat és a tandíjat Gyuriért, ő látta el apró kiadásait panasz nélkül, felhánytorgatás nélkül gyöngéden, mintha csak a legtermészetesebb kötelességét teljesítené. Így tartott egész két évig ez az apai szerep, nem kis erőfeszítéssel. Noha titkolta, sokszor nélkülözött, csak hogy a student ne szenvedjen hiányt semmiben. Mégis a student unta meg a helyzetet hamarabb. Egy este, mikor fáradtan hazajött, nem találta otthon Gyurit, se a ládáját, csak egy leveleit az asztalon. Kedves Miskám, egy bolond mágnás paralízis progresszívába esett, ami csinos kis szerencse rám nézve. Az egyetemen egy orvos növendéket kerestek hozzátartozói, aki állandóan mellette legyen, mint ápoló, s kísérgesse Meránba, Monakóba, és nem tudom én milyen fürdőkbe. A szallárium meglehetős, teljes ellátás a legfinomabb vendéglőkben vele együtt és havonként jelentékeny összeg készpénz. Annyira meguntam már az okos embereket az egyetemen, hogy ennek a bolond embernek a társasága különös ingerrel bír rám nézve. Varietas delektát. Én hát elfogadom ezt a majdnem Kanonok is, tallumot, mert nagyon bántott az is, hogy a te nyakadon élősködöm. Nem szóltam neked erről semmit, mert nem volt erőm tőled élő szóval elszakadni. Nem is szakadok én el soha, csak egy kicsit elmegyek és némi pénzt szedek össze, amellyel aztán elvégzem az utolsó évet. Köszönöm neked az irántam való jókat, ígérem továbbá, hogy sokszor foglak értesíteni hol helyzetemről, és miért lehet, visszatérek hozzád, stb. Miska megsemmisült, mintha valami nagy csapás zúzta volna össze. Egész éjjel idegesen járt föl és alá kezeit tördeve Miért tette azt? Miért tette? Szinte nevetséges volt a bánatával, úgy érezte, hogy ezentúl már nincsen életcélja. Gyuri szavának állt szorgalmasan irogatott grófjáról, valami Plesnitz grófról, és életfolyásáról hol innen, hol onnan, Európa különböző klimatikus helyeiről, sóhajtozván leveleiben, hogy már szeretne egy kis töltött káposztát enni, ez a fényes hotelek kosztja ellen irányult, vagy hogy már nagyon vágyik egy kis békakuruttyolást hallani. Ezt részint a hangversenyek iránti csömör okozta, mert a beteg grófa minden hangversenyre el kellett mennie, a zene csillapítólag hatván idegeire, de mutatkozott ebben a honvágy is, mert a József város részben még akkor sok volt a békákkal benépesített pocsoja, és esténként ugyancsak hangos volt a vidék, ahol Miska lakott. Úgy vagy, egy évig még csak volt némi humor a leveleiben. Néha valami pajkos kalandról is megemlékezett. Vidor életkedv bugyborékolt némely megjegyzéséből. Hova tovább azonban rövidebbek és kedvetlenebbek lettek a levelei. Látszott, hogy unja már a dolgot. Egyszer ki is fakadt. Úgy látszik, írja. Kettőnk közül én vagyok a nagyobb bolond, mert ő bolond észel, bolond és nem tudja, hogy bolond. Míg én józzal észel láncoltam magamat egy bolondhoz, és jól tudom, hogy az őrültség. Majd egészen kimaradtak a levelei, hetek, hónapok elmúltak egy sort sem írt. Miskát elfogta a nyugtalanság, hol van, mi történhetett vele. Nem tudta, hová írjon neki, hiszen örökké vándorolnak, futnak, a tavaszt keresik. Már éppen arra gondolt, hogy a gróf Plesnész családhoz fordul útbaigazításért, amikor levelet kapott Gyuritól, és melyben Bécsből értesít, hogy elcsapta magától a grófját, és a jövő héten a keddi hajóval Pestre érkezik állandó ottmaradásra. Állított régi ágyamat szobádba, írja a poszt spriktumban. Megörült Tóth Miska és sietett a kaszárnyába, nagyot fölkeresni, vele is tudatni a nagy eseményt. Képzel csak, képzel csak, megérkezik kedden a fiú. Lázas türelmetlenséggel várták a keddet, kedden pedig a hajót. Ugyancsak szítták, hogy lassan cammag. Már este volt, mikor kikötött, és Velkovics Gyuri ott állott velük szemtől szembe. Bezzeg volt a röm... Összetorlódott a sok nyájas szó, de megemberesettél. No, csak hogy itt vagy, úgy vártunk, mint egy püspöket. Oh, ó, fiú, hiszen te tokát is eresztettél, de milyen csinosan van öltözve. Nos, a karon fogták, és nagy diadallal vitték az aranysasba, mert csak meg kell inni a viszontlátás áldomását. A borjú bőrös ládát, még a köpenyeget, hadd haza a hordár. Valami kis nyegleség mutatkozott Gyurén. Nem csak hideg volt egy kicsit a barátai iránt, de sehogy sem akart ráismerni a városra. Miféle statua ez itt? Hát a nagy Kristóf, hiszen tudod, az ördög emlékezne minden rony faragványra. Hát az a templomféle, ott micsoda? Hm, hát az a belvárosi plébánia templom. Különös fumigáló hangon beszélt, rosszul leplezett fölénnyel. Barátai titkon összenézte, egy ej, ej, mi lett ebből a jó fiúból. Az arcán is volt valami arrogáns, ellenszenves vonás. Ugyancsak mindent kifogásolt az aranysasban, és olyan lehetetlen nevű ételeket követelt, hogy a másik asztalnál ülő Józsa Gyuri odaszólt a pincérhez, mint egy célzásul a tökéletlen fiatalember kívánságaira. Hozzon nekem egy szápát, Károly, de egészben és rántva, öntött salátával. Restelték Tóth Mihályék az esetet, de csak mégis megbocsátottak lelkükben Gyurinak. Ja, ilyen a világlátott ember, valóságos nagyzási hóbort volt tőlük, hogy ilyen nagyuraknak való vendéglőbe hozták a fogadtatást, nagyobb pompája miatt és íme, ahelyett, hogy el volna ragadtatva, mindent fitymál az asztalkendőtől kezdve az utolsó mártásig, mint egy elkényeztetett spanyol grand. A borocskától mégis átmelegedett lassanként, és elmesélte utazásainak tarkabarka élményeit egész addig, míg a gróf baja Isrülben, mint egy hat héttel ezelőtt dühöngő őrültségbe csapott át, úgyhogy neki rohan Gyurinak, meg akarta folytani, akkor aztán fölszette sátorfáját, és egyszerűen elszökött tőle, meg se állván Bécsig, ahol egy hónapig tartózkodott. Mit csináltál ott annyi ideig? kérdé Adalbert. Egy kis dolgomakat. Felelte rejtélyesen. Aha, valami szoknya. Mosolygott Tóth Miska. Hé, hey, pincér! Parancsol ágyúri. Nincsenek francia borai? De igenis vannak. Ide egy kis rajnait, ugye, fiúk? Úgy látszik, nagyon megpejesedtél a gróf mellett, vélte a hadnagy. Adjatok békét. Vigyorgott Melkovics az asztalra csapat tenyerével. Bécsbe már a gyűrűmet adtam el, hogy a hajóköltséget fizethessem. Ez már nagy hiba. Szólt a hadnagy elszántyoladó, mit fogsz hát csinálni, mi a szándékod? Gyuri közömbösen vállalt, vont. mit tudom én, -e? Miska majd kigondol valamit. A hadnagy léhának találta a választ, és nem állhatta megjegyzés nélkül. Meg kell gondolnod, Pajtás, hogy Miska keze munkájával keservesen szerzi a pénzt. Ej, vágott közben Miska, megrestelvén, hogy ilyen kényes irányba indul a szó, sietett elejét venni. Amíg nekem van, van neki is. Ez a regula nálam. Csak az a baj persze, hogy nem sok van, de mindegy, nem halt még meg a pénzek anyja. Kocintottak, ittak rá, de a hadnagy csak tovább nyomorgatta a fölvett témát. Reménylem, teljes erővel nekidőlsz a félbehagyott stúdiumoknak. Majd még gondolkozom erről, egyelőre pihenek egy kicsit. Persze, nagyon elfáradtál, gúnyolódott Strom hadnagy. Ennaptól fogva újra a régi élet kezdődött, Micska gondoskodott szobatársa minden szükségletéről, az ő nagy türelmével és gyöngédelőzékenységével, csak hogy ez most már terhesebb feladat volt, mint annak előtte. Gyuri azelőtt szerény volt, most követelő lett, Stromhadnagy szerint szemtelen. Nem akart többé eljárni a kis vendéglőbe, nem veszi be, úgymond a gyomroma, közönséges kosztot. Minden nap előállott egy-egy bohókás kívánsággal, most új kalapot kívánt, majd valami különös penicillus tetszett meg neki a kirakatban. Strom hadnagy, aki eleinte sokszor volt velük, kijelentette, hogy ő már ezeket nem nézheti tovább. Gyuri szívtelen fickó, teljesen jól laktam vele. Miska védelmébe vette. Igazságtalan vagy iránta, egy kicsit elrontotta ugyan a könnyű élet, a gróffal való utazgatás, de majd meglátod, apródonként rátalál a régi jó lelkére, hogy ím megszabadult a bolondtól. Hiszel, ha megszabadult volna, de még nagyobb bolondra talált benned? A hadnagy kimaradt. Kettecskén éldegéltek ezután néhány napig, mi alatt gyorsan laposodott a miskaerszények. Egy nap arra biztatta fel Gyuri mecénását, kérjen másnap délután a szabadságot gazdájától, mert ő akarja igénybe venni az idejét, de majd csak holnap mondja meg mire. Miska ebbe se szekte kedvét, másnap azzal jött a Liciniushoz, ahol ebédelni szoktak, hogy egész délutányra szabad. Nagyon helyes, ez szerint ez az én délutánom lesz. Mit akarsz velem? Attól függ, mondá Gyuri fűrkészi tekintettel, mennyi pénzed van. Bizony nem sok. Ha most az ebédet kifizetem, marad még két forintom. Összesen. a Gyuri szinte szemre hányon, csak nem megbott ránkozva. Sajnos, de úgy állok, dadogta Miska elpirulva, de mikor látta, hogy a Gyuri homlok elborul, folytat hangon tette hozzá. Mire kéne? Szerettem volna egyszer mulatni. Tudod, együtt, kettecskén valami ellenállhatatlan vágy ösztökél már napok óta, hogy egy kis kirohanást csináljunk. Ezért kérettél velem szabadságot meg ezért? No, és mit nevezelte kirohanásnak? Hogy először is egy fiakért fogadnánk, és kihajtatnánk úri módon az zugligetbe, például a szép juhásznéhoz. Hisz azt még talán meg lehetne tenni két forinttal, de miből vacsora állunk ezután? Nem, nem ilyen őrültséget mégse tehetünk. Hát nem tudnál valahol pénzt szerezni? Kérdezi Gyuri, lágy rábeszélő hangon. Gondolkoz rajta, kis öregem. Most Igazán nem tudnék, de holnap előleget kérek nagy Nincsenek valami ékszereid? Sem aranyom nékem, sem ez üstöm. Idézett Miska egy szécsényben ismeretes, követ Zsoltárból. Hát az az óra mit vétett a zsebedbe? A mesterlegény kemény, szigorú pillantást vetett barátjára, de biz kiállta minden szemöldök rezgés nélkül. Nem látszott egy csöpp fogalmának sem lenni arról, hogy ő most komiszkodik. Egy nagy gyerek gondolta Miska, szeszélyes, de ártatlan. Aztán mit akarnál hékás azzal az órával? Tedd zálogba. Az nem lehet, pattant fel idegesen. Atyám vette ajándékba, amikor losoncra vitt, és nem emlékszel, az egyetlen emléktől, nem sokat ér. Klepsidra, de én nem válhatok meg tőle. Eh, hiszen minden nap megválsz tőle, amikor este az asztalra kiteszed és nélküle alszol, de legalább beleketyeg az álmaimba, hiszen kiválthatnád holnap. Nem, nem, ne kívánt tőlem, tedd meg Mihálykám, ha szeretsz. Addig-addig szírógatta, kéregette, hogy nem bírt neki ellenállni, bevitték az órát egy zálukházba, és egy kocsit fogadtak, mely zugligetbe röpítette őket. A szép juhásznénál Gyurit csodálatos szomjúság fogta el. Mihálykám, fiacskám, tudod e mit indítványozok? Csináljunk magunknak egy jó órát, ígyunk meg egy palack francia pesgőt. Félek a vesztedet érzett fiú, intette Tóth Miska. Mi lesz veled, ha ilyen szokásaid vannak? Sírni volna kedvem nem pesgőzni. Tedd meg, csak ez egyszer, sohasem kívánom többet. Becsületedre mondod? Arra. Csak a bizonyítékot akarom, ha jó szívvel vagy irántam. Hogyan kételkedhetnél ebben? Akkor hát hozasd meg a pesgőt. Hiszen szívesen hozatom nem a pénzt sajnálom, csak hát a saját gyengeségemet szégyenlem, hogy olyanba engedek, amivel nem teszek veled jót, is, ami mindenképpen helytelen. Denik meghozatták a pesgőt, nagyot durrant a dugó, Gyuri hurrát kiáltott hozzá, aztán összeütötték a habzókelyheket, és idogálás közben, amint a rózsaszínű köderezkedett lassan az agyukra, a fölséges panoráma helyett, amit Pest nyújthatott, Szécsény ugrott ki a kis sárga házikó, ahol éltek a hímes rétek mezők, ahon imittamot egy-egy madárfészket tudtak, szállt, szállt képzeletek, földurkálta a sok apró csint és minden egyebet. Milyen szép volt még akkor ez a világ. Aztán ennek is vége volt, megitták az utolsó kortyot is. Minden órádnak lesz a kis virágát, elméskedett Gyuri. de sajnos nekünk minden óránk az a te órád volt, és annak a virágát már leszakítottuk, menjünk hát haza. Vidáman virágos kedvel hajtattak vissza a városba, gangosan hátradőlve a puha kocsi ülése, mint a becsípett úrfiak és arszlánok szoktak. A Váci utcában hogy helyütt éppen a híres Klemitzer ékszerész ragyogó boltja előtt megdöfte Gyuri botjával a kocsist. Ó, álljunk meg! Szállj le, hűpajtásom, kamarásom, még egy bolondságon van hátra, hadrázom ki azt is, aztán lássunk a komoly élethez, gyere csak be utána. Gyuri ekközben a Klemitzer bolt felé lépekedett, és megfogta a kilincset. Gyuri, ne okos, hogy hová mész oda? Gyere csak utána. Nem vagyok bolond, mi dolgod van neked ott? No, csak gyere be, majd meglátod valami éretlen ostobaságot fogsz elkövetni. Szavamat adom rá, hogy semmi értetlenséget nem szándékozom elkövetni, gyerenok, kérlek, nem szabad engem elhagynod. Utána ment a pesgő az ő bátorságát is megnövelte, de azért a háttérbe maradt, és nem minden szepegés nélkül várta, hogy mit akar Gyuri. Van-e valami szép, értékes aranyórája, Klemicser úr? Klemitzer kis vöröshajú emberke meghajtotta magát, és néhány csinos aranyórát mutatott. Nincs valami különösebb darab kövekkel kirakva? Van egy, mondák Klemitzer, melyet Nádasdi grófnak készítettem, de közben meghalt, és az örökösei nem akarták átvenni. Mutassa! Gyönyörű órát vett ki egy bársonytokból, melyet rubintok és gyémántok díszítettek. Megjárja, mondá Gyuri. Hogy az? Ugye ne bolond az gyurka gyereki. Szólt közben hátulról a jó barát, akit nyúl szemeivel szeretett volna Klemicer úr ledöfni. 600 forint. Feleltek Klemicer. Megtartom, mondá Gyurka. Most már csak egy aranyláncot keresen hozzá. Tóth Miska jónak látta erre egész az ajtóig hátrálni. Gyurka, Gyurka! Intette onnan még egyszer. A láncot az alatt kikereste Klemicer, az éppen 100 forint volt. Tehát 700 forint összesen veti a gyurka könnyedén, s ezzel megfogván az órát láncastól Miska felé nyújtotta. Gyere hát közelebb, kedves öregem, fogad fogjét órát óráért, fogadd el tőlem, kérlek, ajándékba. Miska bizony a világért sem ment volna közelebb, hogy az órát fogja, ahelyett inkább görcsösen fogta a kilincset, mert érezte, hogy most mindjárt jön a stikli csattanója. Jött is, de nem ahogy ő képzelte, mert Gyurka kihúzott az oldal zsebéből egy vastag papír paksamétát, amelyet szétterítvén kivillant egy nagy csomag ezres bankó, ezekből elnyálazott egyet, megricskázt, aztán letette Kremnicer elé, tessék belőle visszaadni. De mire szétnézett volna a boltban, akkora már Tóth Miska rémült arccal ugrott ki, és futott, futott a lihegve, remegő szívvel végig az utcákon, mint egy kergetett vad, és meg sem állt csak otthon a Friarsfeld utcai kis szobában, melyet magára zárt belüldől, és és végigdobván magát a kanavász díványon keserves sírásra fogott. Jaj, nekem százszor, jaj, kígyót neveltem a tejemen. Még le se csillapodott a lelki háborgása, amikor Gyurka is megérkezett, hallani lehetett belülről, amint megállott künna a robogó bérkocsi, majd kipkop, ismerős ütemű léptek közelednek a kis szobához, megzörren a kilincs, de nem enged az ajtó. Miska, erezbe. Semmi hang belülről. Ne tettes magad, tudom, hogy bent vagy, látom, belülről van a kulcs az árba téve, ne csinálj rossz tréfákat. Mire hatalmasan kezdte az ajtót rázni, hogy az recseget ropogott a pántoknál. No, hát ben vagyok, ha éppen tudni akarod. Hangzott ki most tompán szinte rekedten a miska szava, de szándékosan nem bocsátlak be, mert én becsületes ember vagyok. Hát mondtam én, hogy nem vagy becsületes. Kedélyeskedett Gyuri. Ládádat, köpenyegedet kitettem az ajtó elé, ered Isten hírével, amerre a két szemed lát. Micsoda? Csak talán nem akarsz elkergetni magadtól, mint egy megveszett kutyát. De igenis, mint egy elveszett embert, megsiratlak, de nem akarlak látni, ezentúl nem kívánok veled egy levegőt színi többé. A bűnbe estél, én nem dobom rád az első követ, nem küldön utánad a rendőrt, de közösségben sem akarok lenni veled. Menj, menj innen, az Isten szennevére kérlek, a mi útjaink elvált a körökre. A künlevő fiatal ember felkacagott erre vidoran, édesdeden az ártatlanság, gondotlanság ezüstös tiszta hangján. Miskának úgy tetszett ez, mintha egy csengetyű szólan, amelyen nincs repedés, sőt, karcolás se. E, ugyan ne okos, hogy legyen ezed, erzbe hamar. Sürgeti Velkovics még mindig nevetve. Nem, nem. Mindent megmagyarázok, kedves öregem, csak erzbe. Köszönöm, de nem vagyok hiszékeny. Annyi pénzt, amennyit én nálad láttam, nem lehet tisztességes úton szerezni. Ezt az egyet tudom. A többire nem vagyok kíváncsi. Az Aladin csodalámpájának szellemei behatolhatnak mindenüvé, de az én fejemben nem. Távoz kérlek, ha már a gonosz útra Elég Elégedj meg azzal, hogy már eddigi itt tartózkodásod is beszennyezett magam előtt ugyan nem, de mások szemében minden esetre. Hiszen értelek, felelt Gyuri. Tudom méltányolni eljárásodat, rossz tréfát, csináltam már most iszom a levét, punktum, de ha egyszer mondom, hogy olyan ártatlan vagyok, mint a ma bárány. Nem hiszem. De legalább ha hallgass meg, nem hallgatlak meg. A gyilkos se ítélik el kihallgatás nélkül, én téged elítéllek, kiáltám Miska ünnepélyesen, távozz közelemből, sátán. Ha már nem bocsátasz be, esenged Gyuri, legalább azt az utolsó kérésemet teljesítő, nyisd ki az ablakot, hadd adjak be neked egy írást. Minek nekem a te írásod? Elolvasod aztán, ha nem tetszik, visszaadod. Undorodom az érintésétől. És ha akkor mégis elküldesz, hát elmegyek szó nélkül örökre, ellenben pedig. Mit akarsz az ellenbennel? Ellenben leülök a küszöbödre, és Isten engem úgy segélye, nem megyek el onnan élve, míg ki nem jössz, és végig nem hallgatsz. Jó, végezzünk, eredj ki az utcai ablakhoz, én eddig kinyitom, tedd be az írásodat, mert én nem akarlak látni. Elolvasom, visszateszem, aztán onnan elveheted. Így is le. Gyuri kiment az utcára, és kikeresvén a zsebében lévő íráscsomagból egy ívet, felágaskodott egy kicsit, és becsúsztatta a zöldre festett zsalú bordái közt. Tóth Miska meghallotta a papír de ő feléje ment hamarosan, csak később nyúlt utána, hogy figyelmesen átbetűzze a németül írt okmányt. Sápa tarca megszínesedett apránként, szíve hangosan dobogott az örömtől, aztán egyszerre lecsapta az asztalra papírost, és kiszaladt kabát mellé nélkül hajadomfővel, ahogy otthon volt az utcára. Gyurihoz a nyakába ugrott, átnyalábolta, megropogtatta a derekát, Összecsókolta két oldalról, aztán így a karjai közt vitte be a szobába, mint a kisgyereket szokás. Hiába tiltakozott az ellene. Jaj, meg ne folts, hú, minden csontomat összetöröd, ereszel kérlek. Én csak fiák akartam, de arra nem gondoltam, hogy ilyen alkalmatosságon vonuljak be. De Miska csak vitte, mint egy pejhet, és közben nem győzte a bocsánat kérő szavakat keresgetni. Ne haragudj, rebegte elérzékeny hogy megsértettelek. Megbíz a macskát, adok is én a te sértéseidre valamit. Hát most már ülj le és el a dolgokat. Most már egy kukkot sem mondok addig, míg a pipámat meg nem töltöd. Én pedig meg nem töltöm, azt elhiheted, ha örökre megném úsz is, mert a szegény pajtásnak megtettem eddig, de a nábobot én ki nem szolgálom. Jó van, no, magam, bár olyankor soha se szelel olyan jól. Rágyújtottak és letelepedvén egymással szemben a pipamodellekkel modellekkel megragott asztalnál, Velkovics Gyuri a következőkben beszélte el szerencséjét. Június első napjaiban szöktem meg Islből a Grófomtól, és egyenest Bécsbe mentem, hogy onnan Pestre hajókázzam. Volt pedig összesen húsz forintom, beszálltam a vidám pelikánhoz azzal a tervvel, hogy az éjszakát Bécsben töltöm, és reggel megyek tovább. Este felé az utcákon ügyelek, de unalmamban egy cirkuszba váltottam egyet ahol valami Miss Lenora váltanom produkálta magát, ingelő, arasztóni szoknyácskában. Hogy szép volt -e? Gondolom. És hogy tudott lovagolni? Olyat még nem látott Kent bácsi. Egész Bécs bomlott értemet, egész Bécs ott volt, vagy legalább nagyon sokan, és minden esetre többen egyel, mint amennyi az én tervembe beleillett. Azt a valakit sokallom ugyanis, aki ellopta a zsebemből a tárcámat, úgyhogy a cirkuszból kijövet néhány részkrajcárral a zsebemben találtam magamat egy ismeretlen nagyvárosban. Elhűlt bennem a vér. Mit csináljak most? Neked akartam írni, de mi lesz velem addig, amíg tőled segét kaphatok? Már is éhes voltam, de hogy vacsoráljak a pénzem nem volt elég. Kétségbe is töltöttem el az ét a pelikánban, mindenféle terveket szőve éhen szomjon a holnapi napra nézve. Végre is nem volt más választásom, mint fölkeresni nagybátyámat, doktor Protokot, aki ugyan rideg aglegény és fösvény szívtelen ember, hiszen eleget hallhattad a nevét otthon Széchenyben, mikor a szüleim szítták, de ilyen esetben talán mégsem had az utcán elpusztulni. Lázadozott bár bennem a büszkeség és a gyermekéveinben éveimben fölszít fejembe kergette a vért, de mégis erre határoztam magamat. Végre is könnyű volt választani a kigázolási módok között, mikor csak ez az egy kínálkozott. E, mi bajom eshetik, ha megkísérlem? Legfeljebb kidobott a szolgáival, és akkor se leszek már rosszabb helyzetben, mint most. Igen ám, de hol találjam én meg doktor protokot ebben a rettenetes városban. Reggelre kelve az utcákon kérdezgettem hordároktól és egyéb járókelőktől, persze senki sem tudta kicsoda doktor Protok, pedig hogy beszélte a mamám, milyen híres doktor egész Bécs róla beszél. Végre egy öreg úr azt tanácsolta, nézzen meg valamely kávéházban az orvosok lakjegyzékével, ott meg fogom találni. És tényleg, terestem. Dr. Protok Vince lakik, Kemeter Gassé 23. Félelem és remény között hányattatva siettem a jelzett házhoz, egy kétemeletes komor, ódon is barátságtalan épülethez. Minden kopott, rozzant, földszint, néhány bolt, és egy kocsma a balszögletében a száz éves hollóhoz. A kapu sötét, a lépcsők hepehúpások, mégis igaza volt a szegény mamának, hogy sokan járhatnak protokhoz, ugyancsak kitaposták a lépcsőköveit a páciensek. A csengettyű zsinor után indulva mindenek előtt a házmesteri lakáshoz indultam tájékozódni, hogy hol lakik az öreg. A zsinór egy kis piszkos cellához vetetett az udvar mélyén, ahol egy asztalkánál pápa szemes öregasszony ült, és nagy figyelmesen kártyákat rakott ki. No, mi az? Förmet fel bosszúsan, fel se nézve, amint beléptem. Hol lakik doktor Protok? Kérdém. Fölemelte bal kezét, melyben nem volt kártya, és némán a menyezet felé mutatott, száraz csontos ujjával, hogy ott lakik. Vagyis az első emeleten? Érdem ismét, bővebb magyarázatot várva, mire kedvetlenül rázta meg a fejét, és már lefelé mutatott a kezeivel, hogy ott lakik doktor Hogyan? A pincében? Mondom én hitetlenül. Maga tréfál velem a fent is lent is nem lakhatik a doktor úr. Erre a megjegyzésemre elvörösödött az anyuka, látszat összehúzódó arcizmain, hogy köhögési ruham környékezi, hirtelen kieresztett a szájából egy diót, melyet a kártya kirakás alatt különös babonából a nyelve alatt tartott, ahogy később megtudtam, és miután előbb kiköhögte magát, ekképpen szólott vasfilla szemeit rám szegezve. Hoho, -ho, uracskám, amit mondtam, mondtam, Heller anya sohasem beszél zöldeket. Doktor protokoll, Lakhatik fent is, lent is, az szerint, ahogy én mutattam, amint vagy az égbe ment, vagy a pokolba, mert doktor Protok meghalt. Ó Istenem, mikor és hol halt meg? Bizony már egy félesztendeje. Ez aztán borzasztó, mondább, önkénytelenül helyzetemre gondolva, mit borzasztó, fortyan fel az anyókkal. Maguknak, betegeknek mindegy, az egyik doktor olyan, mint a másik doktor, egyik se tud semmit. De mit szóljak én? Engem itt hagyott könnyelműen, anélkül gondoskodott volna rólam. A ház idegen kézbe került, és akkor Heller anyónak fel is út, le is út, a végrendeletben meg se említett. Komisz kutya volt, ez az igazság. Úgy? A ház tehát az övé volt, kérdém, és ki örökölte utána? Ej, valami vagabund, ezeket a hatóság azóta sem bír megtalálni, felelte Heller anyó. Valami Velkovics György nevű lumpdiák. Képzelem, mennyire megörültél, szólt közbe Tóth Miska, aki elfolytott lélegzettel hallgatta eddig a történetet. Gondolhatod, ez a szó szárnyakat adott, legott rohantam egy ügyvédhez, kivel megkerestük a hatóságnál a végrendeletet, melyet az imény nyújtottam be neked az ablakon. És ki, miután személyazonosságomról is meggyőződött, ellátott bőven előleggel, és egy hónap alatt lebonyolítál az egész örökséget, a házat eladtam 200 ezer forintért. De hát, hogy volt lelked mindezeket eltitkolni előttem? Velkovics Gyuri hamiskásan mosolygott. Mert próbára akartalak tenni, hogy olyan igazi önfeláldozó barát vagy, ami ennek képzeltelek. Azért voltam olyan szemtelen és követelő irányodban. No, és hogy vált be a próba? Túlhaladta a várakozásomat. Hát már most mihez kezdesz azzal a sok pénzzel? Mindenek előtt gondoskodom a saját kényelmemről, és az egyelőre abból áll, hogy szeretném, ha megint te töltögetnéd a pipámat, mint azelőtt, mint hogy pedig te azt mondogatod, hogy a gazdag embert nem szolgálod, Hát azért is, meg amazért is, hogy ami a tied volt, azt mindig megosztottad velem, most én is megosztom veled, ami van. Ezzel benyúlt a zsebébe, kihúzta az egész szemkápráztató pénzcsomagot, az egyik köteget odahelyeztem Miska elé. Száz darab ezres, ez a fele, ez a tiéd. Miska incselkedő tréfának vette a dolgot, és közembös arccal tolta vissza a bankért csomagot, no csak teddel és nehoz kísértetbe, mert még eltalálom venni. Hiszen komolyan a tied, Miska a barátja szemébe nézett, és kiolvasván annak igaz szándékát, felette elérzékenyült. Köszönöm, Pajtás. Szép tőled, de nem fogadhatom el, nem nekem hagyta ezt a te nagybátyáz. Az órát, amelyet felajánlottál, a boltban elfogadom emlékül, de hogy a vagyonod felétől megfosszalak, az nekem nincs lelkem. Az ilyen ajánlatokkal csak megsértesz. Már megint okoskodol? bosszankodott Velkovics. Elrontod az embernek minden örömét a savanyú életnézeteiddel. Hát illik ezt tőled, tedd el hamar azt a pénzt, ha mondom, mert még bajba kerülsz. Benyit a házmester meglátja, rendőrészel ad és bevisznek az fogod mondani az én pénzem, és csak rád akartam disputálni, én eltagadom, de különben sem akadsz olyan egyögyű bírólag, aki elhiszi neked azért, hát tedd el, na, szépen kérlek. Összetette kezeit, és meglágyította a hangját, mint mikor valami makrancos gyereket kell rávenni valamire. Nincs rá esett, mondd Miska eltökélte. Az ilyen regényekbe való nagylelkűségi rohamoknak rendszerint csak az eleje kellemetes. Nem értesz engem ez az egész. Ne hidd, hogy csak bolondjába szórom ki a pénzemet, mint egy őrült, és ezért aztán vonakodol azt fölszedni. Úgy tekints engem, mint egy furfangosan számító üzletember. Hiába vigyorogsz, mert ez így van. Az okos tőkepénzzel soha se teszi mindenét egy lapra, gyakran látni, hogy a fele vagyonát földvásárlásba fekteti, a másik felén papírosokat vesz. Én a feletőkémet átadom neked, úgy fogván fel a dolgot, mintha két részből állnék. Ha az egyik fele részemen rosszul megy a tőke szaporítás, a másik részen jól mehet. Az ember nem juthat olyan könnyen tönkre. Ne hidd, azért adom oda az örökségem felét, mert elszédített a sok pénz, és nem tudok vele mit csinálni. Ó, én egy cseppet se sokallom, sőt, azért adom oda a felét, mert keveslem. A szerzés ördöge egyszerre szegődött hozzám a szerencsémmel, és most szüntelen szurkál a sarkantyújával. Úgy bizony, kedves Miskám, nem a pénzemet osztam én meg veled, hanem voltak éppen az eszemet és a szerencsémet egészítem ki a tieddel. Mert úgy értem a jövőt, hogy a százezer forint tőkével mindenikünk valamely komoly munkához lát önállóan, tetszése vezérlő csillaga szerint, és a százezer forint esetleg új százezer forintokat fog szülni. Lehet, hogy mind a ketten boldogulunk, akkor a százezer forintomat visszafizeted, és ezzel vége. Lehet, hogy tönkre megyek, és ebben az esetben hozzád fordulok, most már te segíts ki engem. Megeshetik a te puska porod el előbb, és akkor egy szép napon bekopogtatsz hozzám, és ha te hozod az üres tarisznyát, megtöltés véget. Hiszen mind szép ez így elméletben, de a harmadik esetőséggel nem számoltál. És melyik az? Ha mind a két tarisznya üres talál majd lenni. Velkovics vidáman vont vállat. Ebb gondol ilyenre, és hát végre is ott leszünk, ahol voltunk. Megmaradnak a szép emlékeink. Neked talán megmaradnak, de az én lelkemem még azon felül megmarad egy mázsás kő is, hogy én kísérleteztem el a fele vagyonodat. És ez a kő nagyon nyomna engem. Láthatod tehát, miért nem mehetek be ajánlatodba, mely rám ilyen hátrányjal végződhetnék egyenlőtlen helyzetet teremtve. Lári, fári, micsoda nevetséges okoskodás. Vagy vezed a pénzt egy-kettőre, vagy itt a szemed látára elégetem, oly igazán, amint Velkovis Györgynek hívnak. Add inkább csak kérlek azt a kénygyertját. Kénygyertjának a gyufát hívták akkoriban, amely éppen abban az évben volt új találmány. Oly határozott mozdulattal nyúlt a kénygyertya után György, hogy amilyen szenvedélyes, természetű, szeles és hirtelen akaratú volt, a fenyegetés beváltásától komolyan tartani lehetett. Az okos higgat Miska nem találta ezek után célszerűnek az ellenkezést. Sőt, amint tovább gondolkozott, szerencsésnek kellett ítélni a Gyuri szándékát éppen Gyuri érdekében hatatlanul volt Gyuriban némi uralkodási hajlam, aztán egy kicsit keleti ábrándozó természet, nád, aki a szélingása szerint hajlik, azon felül szép fiú, kacérasszonyok kezébe kerülhet, Isten tudja, mennyit fog rontani jellemén az örökség is. Hát, ha gyorsan nyakára hág. Ebben az esetben milyen jó lesz, ha megmarad az a rész, amit Tóth Miskánál hagyott. Eképpen szőtte gondolatait Miska, hiszen ő átveheti, de nem fogja tekinteni magáénak, úgy veszi, mintha valami letét volna, vagy ha hozzányúl, és csak bizonyos szaporítás céljából teszi. De ezt nem szükség most kijelenteni. Csak higgye Gyuri, hogy véglegesen nekiadta, hiszen éppen az a forma a szerencsés. Így könnyebben lesz önmérséklő a költeketésbe, gondolván, hogy a nála maradt felerész voltak éppen az egész vagyona. Sőt, hova tovább hömpögette elméjében, mind jobban kialakult és módosult a dolog. Milyen bolond voltam, gondolta, nem akartam elfogadni Gyuri ajánlatát, pedig ha Gyurinak nem jut eszébe, magamnak kellett volna kiravaszkodni, hogy ketten gazdálkodjunk önállóan a pénzzel, ami később kifejleszheti a versengést, hogy ki bír többet produkálni, és ilyen valami rugó okvetlenül szükséges a Gyuri könnyed alapjellemének megedzéséhez. Miska tehát elvetette első gondolatát, hogy letétnek vegye a kapott összeget, ellenkezőleg hozzányúl, jövedelmező üzletbe fekteti, tekintvén azt kölcsönnek, melyet valamikor busás kamatokkal kell visszatéríteni. Átvette a pénzt, és most már elkezdődött a tervezgetés. A szerencséből se jó a nagyadag, se aludni, se enni nem tudtak a sok színes tervtől, csak sok álmodozástól, sehogy sem bírták elhatározni, mihez kezdjenek. Egyelőre abban állapodtak meg, hogy egy kis világot próbálnak, megnézik előbb az európai nagyvárosokat, aztán az odavaló emberek mit csinálnak. Az első állomás Bécs volt, ahol a Stadt Frankfurtban szálltak. Velkovics már teljesen otthon volt Bécsben, és nagy ketteléssel vezetgette tanulékony is ámuló barátját az ős császárvárosban a stát Frankfurtban egy pozsonyi öregúrral ismerkedtek meg bizonyos Kolbrun Frigyessel, aki egy híres orvostanárral kezeltette lábbaját, és evégből hosszasabban tartózkodott Bécsben. Az öreg úr unta magát esténként az étteremben egyedül, és engedelmet kért, hogy átülhessen beszélgetni a fiatal honfitársakhoz, és áthozhassa söröcskéjét. Nyájas, kedves, modorú úr volt, de nem minden ravasság nélkül való. Apránként megismerkedtek, és némi bizalmas viszonyba jutottak, különösen Miskával rokon szenvezett, aki gyakran maradt otthon vendéglői szobájában, olvasgatván napközben is, még Gyuri apró kalandok után futkározott a városban. Ilyenkor szobáidban is felkeresték egymást egy kis csevegésre. Az öreg úr elbeszélte, hogy ő kékfestő festő pozsonyban, és az üzlete meglehetősen megy, csinos vagyona van, úgyhogy minden gyereke 50 ezer forintot fog kapni. Ilyenkor kidüllesztette a mellét, és bizonyos önteltséggel szippantott burnótjából. Ilyen beszélgetések alatt Miska is kigombolkozott, és bevallott, hogy valami üzlethez szeretne kezdeni, csak azt nem tudja mihez. Éppen abban fő a feje. Hogyan? Üzlethez? csodálkozott az öreg úr, hát nem tanuló úr fiak, az uram még. A barátom orvostan hallgató, de én csak mesterlegény vagyok, vagyis voltam. Á, szólt az öreg úr meglepetve, gőgös tekintettel mérve végig a szelit tótmiskát, és milyen mesterséget tanult? Pipa voltam. Foly, kiálltál megvetőleg, hisz az nem is mesterség. Mióta a szivornyát a szivart hívták így némelyek. Feltalálták, a pipák halála már csak rövid idők kérdése. Azóta szembetűnően hidegebb lett, és bizonyos fenhéjázó modorban érintkezett az ifjakkal, de Tóth Miska a maga szerénységével és egyszerű jóságával észre sem vette, és egy nap bizalmasan tanácsot kért Kolbrun úrtól, mint tapasztalt üzletembertől, hogy pénzét melyel majdan valamit kezdeni akar, hol és milyen formában helyezhetni el, teljes biztonságban olyan helyre, amelyhez távoli városokból is könnyű és egyszerű volna hozzáférés, mert idegessé teszi a zsebében hordani. Kolbrun úr egy régi bankházat ajánlott a Kettner Strasszén, de arra a kérésre, hogy Kolbrun úr talán oly jó lenne ő is őt a járatlant oda kísérni, kereken kijelentette. Ej, barátom, maga túlságosan sokat akar, csak menjen el egyedül, senki sem fogja önt meglopni, azok ott becsületes emberek. Aztán én a fájós lábammal csak kocsin mehetnék, még. az ön kének bizonyára nem volna előnyére. Mennyi pénzt akar ön tenni? Vetette oda mellékesen mert egy 99 ezer forintot. Hogy? Mit mondod? 9 ezeret? 99 ezeret. Kész pénzt? Igen. Nem mesél? Itt van az oldal zsebemben. Teringette, hiszen ez rengeteg pénz. Megyek, édes fiam, hogy ne mennék? Ennyi pénz megérdemli a gondot és a körültekintést. Elkísérte Miskát, de kapott is a lábába olyan nyilalást utána, hogy a híres orvostanár állítólag ráparancsolt, egy percig sem maradjon ezen túl gondos ápoló nélkül, amit Kolbrun úr olyan jól megfogadott, hogy stafétát küldött Pozsonyba, és mindjárt két ápolónőt is hozatott a két hajadon leányát, Zsuzsannát és Krisztinát. Mi természetesebb, mint hogy most már a leányok is megismerkedtek a fiatal embereinkkel. Egy kicsit libák voltak, de elég csinosak. 19-20 éves korban minden leány szép és kívánatos. Krisztinának nagy kék szemei voltak és pompás sárga haja. A szemeit gyakran rajta felejtettem iskán, mikor a vendéglői asztalnál szemben ültek. Egyszer reggel tót Miska elhaladván szobájuk mellett, amint éppen a szoba leány belépett, megpillantotta a nyíló ajtonát Krisztinát fésülködőben, a sárga színi haja sarkáig ért, és ezt nem bírta többé elfelejteni. Ugyancsak lehettek valami vonzó tulajdonságok Zsuzsa kisasszonyban is, mert Velkov és Gyuri egy nap kijelentette, hogy Bécs a legunalmasabb város a világon, és éppen nincs benne semmi megnézni való. Mi minden gyűjtöttek össze például a Wittelsbachok Münchenben, de ezek a Habsburgok úgy látszik hiába éltek a világon. Nincs ezeknek semmi, csak a népeik szeretete ezen aztán minnyáján mosolyogtak. De mindegy, indokolásnak ez is elég volt, hogy Gyuri otthon maradhasson délutánonként, legyeskedni a Kolbrun leányokkal. Kortársak beszélik egyéb iránt, hogy Zsuzsának fiatal korában olyan termete volt, mint egy szarvas, és olyan piros kis szája, hogy szinte tüzet látszott lehelni. Kellett a dologban valaminek lenni, mert hiszen a fiúk se voltak éppen vakok, és akármint szitták is Bécset, mégse bírták elhagyni, noha Párizs volt kitűzve a következő tartózkodási helynek. Kétszer-háromszor is elhalasztották útjukat különböző őrügyek miatt. Szembetűnő módon folyt a flört, az öleg Kolbrú nagy szabadságot engedett a fruskáknak néha. Szabad volt nekik a práterbe is kirándulni a két fiatal emberrel. Így tartott ez hetekig, és bár már a szálloda személyzete is mindent kitalált, mégsem akar semmi nevezetesebb lépés történni, mintha csak csigák volnának ámor szekerébe befogva. Maga Kolbrun úr már azon gondolkozott, hogy hazaküldi a két leányzat, és másik kettőt hozat fel, még három volt odahaza. Mikor végre megnyilatkozott Velkov és Gyuri egy unalmas esős délután, amint éppen az étterembeli asztalnál ültek egy elköltött ebéd után a fekete kávénál, megkérte Zsuzsika kezét. A kék festő nyájasan bólingatott szürke fejével, de mielőtt válaszolt volna, egy gonosz tréfát engedett meg magának. Villám hirtelen lekuporodván az asztal alá, mintha valamilyen leesett volna, és az abrosz alatt, a Krisztinka keze a miskájéban pihen, minél fogva eképpen felelt Velkovicsnak. Örömmel fogadom és szerencsémnek tartom az uramöcsém tisztes szándékát, de egy kis kifogásom van a személy ellen. Velkovics Gyuriban elhűlt a vért. Nem az uram öcsém személye, de Zsuzsikáé ellen egy kifogásom van, folytatá a kedélyes kékfestő, hogy Krisztina előtt egyetlen leányomat sem adom férjhez. Azért, ha úgy tetszik, várja meg, mert Krisztina férjhez megy, vagy pedig vegye feleségül kristinát. Erre aztán csupa láng lett Tóth Miska is, Krisztina is, és az előbbi folytat reket hangon örökte, ó, oh, Krisztinát nem engedem. Mindjárt gondoltam, nevetett a furfangos kékfestő, mert már napok óta látom, hogy kettőtöknek csak két látható keze van az asztalnál. Így lett egyszerre két eljegyzés, és azután két menyegző, melyet illő vidámsággal ültek meg pozsonyban néhány nap múlva. Kolbrun úr szavatartó ember volt, legot kifizette vejeinek a hozományt, és Miska szinte csodálkozva gombolta azt be, hogy íme a gyuri százezer forintja milyen könnyen szült neki ötvenezret, mert hiszen Krisztinát hozomány nélkül is el lehetne venni. A párizsi utat nem ejtették azért el, csak hogy most már a Nás út lett belőle. Másfél mézes hónapot töltöttek együtt Párizsban, tervezgetve a két férj, hogy mihez fogjanak, és mulatozva a két asszonykat. Velkovics olyasfélét emlegetett, hogy hazaérve mindenek előtt hozzáállt a nemesség megszerzéséhez, ami könnyen kivihető, csak egy pár befolyásos ágenst kell jól megkenni Bécsben. Hogy azt mondja, sokat beszélt ezekről, és a megszerzés módjáról az apósa és is szeretné. Szóval én nemességet keresek, hajtotta egyre Gyuri, Magyarországon szükséges, és te mit szándékozol? Én meg olyan országot keresek, ahol a nemesség nem szükséges felelte Miska, Amerikára gondolva, ahová gyermekkora óta vágyott utazási könyvek által fölpiszkált fantáziájával. Noha három hónapra volt határozva a párizsi tartózkodás, a második hónapban a kis Velkovicsnét már elfogta a honvágy és váltig nyafogott. Menjünk már haza. Micsoda unalmas város ez, ahol még németül se tudnak. Nem, nem, én már nem maradok itt tovább. Velkovics tehát érzékenyen elbúcsúzott Miskától, Velkovicsné pedig Krisztinától, és hazamentek Pozsonyba, ahol Velkovics csak ugyan megszerezte a nemességet, Lobodi előnévvel, a personális szerencsi István révén, kinél a kolbrú nővére Ludmilla Szakácsné volt, egy kis jószágot vásárolt kezdve Trencsénben. De mint hogy nem éltett a gazdálkodás, az csak hamar ellóvasta a maga százezer forintját, amikor aztán közbelépett Kolbrun pap, és hogy a felesége megmaradt hozományával valami üzlethez fogjon. Kézzel tiltakozott ez ellen az újdonsúr nemes, Így nem illik, úgy nem illik a címert megfertőzni, de kényszer helyzetbe jutott, és mint hogy semmihez sem értett a világon, csak a prémekkel való bánáshoz, amit apjánál a Széchenyi szűcsnél látod, egy prémáru üzletet nyitott pozsonyban, mely azonban nem nagyon virágzott a gazdag détaik, követek, többnyire Bécsben vásárolván szeretőiknek muffokat és prémes felöltőket. De minden esetre legillőbb foglalkozás volt Velkovicshoz, mert a tigrisek, medvék, kékrókák és más nemesebb állatok bőre egyáltalában nem vethetett árnyékot a kutyabőrre. Tót Miskáék még Párizsba maradtak egy darabig, aztán pedig átvitorláztak az új világba, miután lelőbb Londonnak is szenteltek egy pár hetet. Azokban az országokban álljunk, meg szokta mondani Miska, ahol már királyt nyakasztak, ahol még nem nyakasztak, ott nem érdemes megállni. Végre hát abba az országba jutott, ahol még sohasem volt király. Ez az igazi. Itt már nem csak megállni érdemes, de letelepedni is. Eleinte csak mint utas ember nézett szét, és tanulmányozta a New Yorki életet. Az ember minden új országban, macska kölyök egy ideig, csak hetednapra napra nyílnak ki a szemei. De ez a heted nap eltarthat hét esztendeig, vagy holtig is, nagy dolog látni tudni. Egy-két havi ott tartózkodás után elhatározta, hogy hasznát veszi művészetének, tajték pipákat fog mecceni, és evégből műhelyt rendezett be mikor már több pipát készített, egy kis boltot nyitott, remekeit a kirakatba helyezve el, gondolta, tódulni fognak hozzá az emberek, és csengő dollárokkal fizetik ügyességét, de számítása egy csöppet se vált be. A jenkik és a matrózok Amerika legerősebb dohányosai a fa és cserép pipákhoz voltak szokva, és éppen úgy nem bírtak érzékkel a pipák stílje, formái és ornamentikája iránt, mint ahogy senki sem törődik vele, hogy a kocsi kenőcs milyen alakú dobozban legyen. A gónifából készítesséke, esetleg faragványokkal, vagy pusztán négy vékony deszkából üsséke össze. A pipánál az a fő, hogy jól szeleljen és anyaga dohánynedveknek minél jobban ellenálljon, a kiszívás nemes mestersége ismeretlen az amerikai férfi ambíciói között. Az, hogy valami tárgy, amely fehér, sárgának, sőt feketének változik át, teljesen impraktikus törekvés, és csak abban az esetben érdemli meg a figyelmet, ha az illető tárgy lopott, és a színváltozás által felismerhetetlenné lesz. Szóval az üzlet nem mutatkozott jövedelmezőnek. Miska hát csak hamar abba hagyta, és egyebet próbált. Csodálkozott ugyanis, hogy az amerikai pékek csupán kenyeret, kalácsot és zsemélyét sütnek, az úgynevezett szarvast, alias sós kiflit, melyet édesatya sóval és kemény maggal behintve a tetejét, hogy pompásan tudott készíteni, nem ismerik. Összejárta mind a pékboltokat, tudakozódott a nevezetes sütemény után, melyre négyszeresen jobban izlik a sör és a bor, és miután többnyire hírét se hallották a benszülött pékmesterek és ebéd előtti sörfogyasztók, merész elhatározással, óriási reklámot csapva a lapokban és az utcai plakátokon, egy hatalmas sütődét állított fel a város különböző pontjain egyszerre, három üzletet nyitott, ahol az általa készített sóskifliget és pereceket árulják. Nagy szerencséje volt, Éppen jó időben teljes szélcsendben a New Yorki uborka idény ideje alatt lett piacra dobva az élelem Egész New York megmozdult erről a hírre. A kocsmárosok, serfőzők majd megőrültek örömükben, és egy varázsütésre teltek meg városszerte süteményes kosarak, melyeket a vendégek elé raktak a Mr. Tóth csodálatos félholdjaival. Micsoda fönséges találmány! A fogyasztás megélénkül. Mindenki az új találmányról beszélt, az ördögbe is ez nem tréfa. Megérdemli Mr. Tót, hogy az emberiség legnagyobb jól közt említessék. Némelyek egyenesen Kolumbusz mellé helyezték, kivált a korhelyek. Kolumbusz több földet adott a világnak, Mr. Tót több szomjat. A kíváncsiság nőtt, nőtt. A sósperec és a kömény magos szarvas még a szalonokba is utat talált, és Mr. Tót erszényébe csodálatos szaporosággal dőlt a pénz. Üzleteit egyre bővítvén Kifli király lett belőle, és már a harmadik esztendőbe megküldte Velkovicsnak pozsonyba a százezer forintot írván, a kamat majd következik. Újabb három év múlva, miután Velkovics a forradalomban tönkrement, újabb százezer forintot küldött neki azzal a biztatással, kamatok kamatja következik. Velkovics a második küldeménnyel visszavásárolta egyszer már elúszott Trencséni birtokát, valamint csinos házat szerzett Trencsénben, ahol apránként népszerű lett, úgyhogy polgármesternek is megválasztották az egykori orvosnövendéket és szűcsöt, mivel a Trencsén város lakossága csupa iparosokból és latejnerekből áll, Amazoknak jól esett, hogy szűcs volt, ezeknek, hogy egykor az orvosi egyetemen járt, s mert valamennyien telivér polgárok voltak, nem adták egy vaklóét, hogy a polgármesterük nemes ember. Mindezekről azonban csak levelekből értesült a New Yorki pék, ki valóságos nábob lett azóta, és csak mint egy húsz év múlva került haza a halálos beteg Kolbrun napó kívánságára, ki még utoljára látni kívánta Krisztina leányát és ismeretlen unokáját, Tóth Marit. Mire megérkeztek, akkorra már az öreg kék festő csendesen pihent a szép pozsonyi temetőben, csak a frissen hány törögöket láthatták. Tóth Mihály legott vissza akart fordulni, mert úgymond az üzlet, mely óriási arányokat öltött azóta, nem nélkülözheti hosszan a főnököt. Velkovics, akivel most hozta a kamatok kamatjait is, nem engedte elmenni, várja be, ha már itt van a végrendelet felbontását. A végrendeletből aztán kisült, hogy az öreg úr, ki ingatlanait igazságosan felosztotta a gyermekei közt, Tótéknak egy értékes szőlőt hagyott a Somjóhegyen. Tóth Miska megint el akart menni, de Velkovicsék megint nem engedték. Ha már itt vagy sógor, nézd meg legalább a szőlődet. Tóték tehát és Velkovicsék, ahol szinte növekedett egy fruska, a Virgonc Rozália, kirándultak egy napon a Somjói szőlőbe. Mint hogy éppen ősz volt, bár még jóval a szület előtt, teljes pompájában mosolygott a csinos ingatlan új gazdájára. Négy vagy öt magyar hold lehetett a szőlő, a pápa felé eső oldalon, kényelmes villával a közepén. Pénzben kifejezve nem nagy örökség, ha Tóth Mihályról van szó, mi egy úrnak egy hagymat és mégis valami csodálatos érzéstől kezdett dagadozni, amikor végigjárt a reggelenként a barázdákat, és a venyigék buja leveleiről olyan ismerősen üdén nézegettek rá a csillogó harmadcsöppek, mintha láthatatlan testű tündérek szemei volnának. A hamvas aranyló szőlőfürtök ránevettek, a reggeliző rigók nekifütyültek, a fölásott föld lélegzeni pihegni látszott, és olyan aromákkal tölté meg a levegőt, mely mámorossá tette, Á, micsoda szaga van ennek a földnek! Egyszer csak azt találta mondani Tóth Miska, aki eddig mindig sürgette hamar a hamari visszautazást. Ej, ha már egyszer itt vagyunk, itt is maradunk a születre, megkóstolom mostban a boromat, és legalább mulatunk egyet. A venyigék pedig azt felelték erre Tóth Mihálynak. mi se virágoztunk, csak gyümölcsöt hoztunk, te is csak dolgoztál, sose mulattál, jól teszed, ha mulatsz. Mélyen elgondolkozott a Krifli király. Csak ugyan furcsa az, hogy a venyigének van a legjelentéktelenebb virága minden gyümölcsöt hozó, és a legértékesebb gyümölcse minden virágzó növény között. De a szület még csak néhány nap múlva lehetne, addig elég ideje maradt Tóth Mihálynak, hogy a szőlője minden zegzúgát bejárja, és úgy szóval minden tőkéjét megismerje. Ez dinka, ez hönigli, ez góhér, muskotáj, kadarka. Különös. Lassan-lassan ezek mind élő lényekké váltak, és az ember tudja, hogy az egyik hönigli beteg, hogy amott a szögletben egy dinkának az életedveit elvonja egy vadót, azt ki kell onnan vágni. A gazda jár, jár a barázdákon, méregeti a határokat, elmegy a gránicra, összehasonlítja a szomszédéval, ide egy lugast tervez, amott egy aljat kell kiültetnie az őszi barackkal. A ház elé remek volna néhány vadgesztenye a domb tetejére egy filagória. Mindez akaratlanul megy végbe az emberben, és egyszer csak egészen a szívéhez nőtnek mutatkozik. Azon veszi észre magát, hogy szerelmes a szőlőjébe, és hogy a 23 kiflisbolt New Yorkban, ahol ezernyi dollár fog meg naponként, egészen másodrendű kérdés. Tóth Mihály egyszer csak elkezdett kedvetlen és komor lenni, váltik sopánkodva Velkovics előtt. – Ej, ej, sógor, mi lesz ebből a szőlőből gazdátlanul, devétek ennek tönkre menni, kire bízzam, kire? – Add el, javasolta Velkovics. Azokkal a méltatlankodó szemekkel nézett rá, melyeket már látott egyszer a Liciniusnál, amikor azt indítványozta, hogy tegye zálogba az óráját. És hát, mit toljuk-foljuk, az lett a vége, hogy szület után, mikor megjött az elutazás napja, Tóth Mihály így szólt a feleségéhez, Krisztina lelkem, sokat gondolkoztam azon, amit most mondok neked, hogy milyen formába közöljem. De forma ide, forma oda, vedd egyszerűen, tudomásul szívem, hogy én többé nem tudok Amerikában élni. Nem tudom, mi történt velem, nem is akarok most azzal foglalkozni, de én nem vagyok többé a kifli király. Tehát, mi a szándékod, édes Tóth? Kérdé Krisztina. Az a szándékom, Krisztina, hogy én most visszamegyek New Yorkba, ti pedig maradjatok itt Pozsonyban. Feloszlatom az üzletet, rendbehozom a dolgokat, és rövid idő múlva visszatérek, hogy sohasem menjek el innen többé. Krisztina nyakába borult erre a szóra, de Velkovics is meg volt illetődve, és örömkönyv csillant meg szemeiben, mikor meghallotta a határozatot: ember vagy miska kiáltott fel, és vadul a barátja kezét. meglást, hogy ha itt nem dől is úgy a pénz a markodba, mint ott, százszor nagyobb boldogság az élet. Hát igen, folytatá Tóth Mihály elgondolkozva. Magam is így gondolom, így remélem, Gyuri, és azon felül tette hozzá kis idő múlva, legalább magam kezelhetem a szőlőmet is. Velkovics mosolygott. Elgondolta, milyen furcsa Isten teremtése a magyar ember, kit egy örökölt szőlő a világ végéről is képes hazahúzni. Na, no, az igaz, hogy a Somjó hegyen van. Így került haza az amerikánus, és itt, amint láttuk, megvette a Bontó megyebeli alsó rekettyési birtokot. 12. fejezet bizonyos vadász különös tapasztalatokat tesz. Ha Tokaj a bortermőhegyek királya, somjósek kutya, nagy oligarcha Somjó is, aranyszínű nedve Grand Vin, és behűtve a világ bármelyik pecsenye borával fölveszi a versenyt. Hanem az a baja a kereskedelemben, hogy nem egy forma, egyszer gyengébb, egyszer erősebb, egyszer aromásabb, néha csak savanykás, máskor savanyú. Sok függ attól, mikor születelik. Eltalálják-e az időt, amikor már érett, és amikor még nem túlérett. Az idő előtti szüretelés rendesen megrontja a bor minőségét, az idő utáni a mennyiségét, mert a darazsak és seregélyek is osztoznak a szőlő tulajdonosokkal. Tehát azért mindenféle furfangos módokat kieszelnek, hogy a szüret idejét eltalálják, és ezáltal a darazsak és seregélyek ingyenéli hadának gátat vessenek a szőlő megdésmálásában. A szőlőérés idején innen-onnan szedve néhány fürtöt tesznek két tégla közé, a téglára aztán rááll egy jól megtermett pápai cívis, mert többnyire a pápai cívisek tulajdonai a híres szőlők, S ha szép a nerv hirtelen lehuppan alatta a felső tégla, akkor megtartható a szület, de ha csak lassan, alig észrevétlenül nyomódik az alsóhoz, akkor még várnia kell. A Kolbrun féle van vagyis most már a Tóth Mihály úréban egészen más az eljárás. A praktikus amerikános mindenütt behoz egy kis újítást. Tóth Mihály uram ugyanis tanulmányozta a rókák természetét, és rájött, hogy a róka a savanyú szőlőt megugatja. Ha tehát a szőlőkben tartózkodó róka nem ugat többé, ez annyit jelent, hogy immár a szőlő nem éretlen és meg van vele elégedve. Mindezeknél fogva minden teremtett lények közül a róka a legilletékesebb faktor arra, hogy a szület idejét meghatározza. A gyakorlat élet azt követelvény, hogy a gazda mindenütt a szakismeretet honorálja, Tóth úr meghagyja a vincelérnek, Bugri Mártonnak, kinek csinos kunyhója volt a szélő alján, hogy mikor a róka abba hagyja ősszel az ugatást, annak rendje és módja szerint azonnal üzenjen rekettésre. A csősz nem egészen osztotta ezt a tervet hiszen mind szép ez ténysurám. A róka csak ugyan ugatja a savanyú életlen szőlőt, és ha hallom hát, tudom, hogy legalább a polyhosokon és a hárs fajokon még alszik a bor, de ha nem hallom a róka ugatását, ez nem jelenti okvetlenül a szőlő megérését, hanem jelentheti azt is, hogy nincs a szőlőhegyen róka. Ez aztán olyan igazság volt, hogy az amerikánus se térhetett ki előle, pedig ugyancsak makacs volt abban, amit fejébe vett. Hát tudja, hogy tartsunk kent egy házi rókát a szőlőben, és amikor kell, ő vele állapítassa meg a szület idejét. Bugriapó szerzett is egy kis rókát, akiből valóságos, értelmes házi állatot nevelt, amely nem szokott el tőle egész nap vígan barangolt a szőlőben, csak ennél járt haza, és éjszakára vonult be a kunyhó melletti kis házába. Abban az esztendőben, amikor a Bontó megyei új főispán installációja volt, dacára, bugriapó ama mondásának, hogy sem a nagy hideget, sem a nagy meleget nem eszi meg előlünk a német, mégis elsikkadt valahol a nagy meleg, hűvös és esős nyár volt, a szőlőtőkék nagy termést hoztak, de a szem apró maradt és későn ért meg, a kis róka pedig reketre ugatta magát a Tóth Mihály szőlőjében. Egyszer aztán októberben mégis megérkezett az üzenet reketjésre, hogy nem ugat már a róka a somjón. Nosza fölkerekedett erre az egész família. Tóth uram, Tóth asszony, a Marikis asszony, meg a komornája Kovács Klári, továbbá a szakácsné, az amerikai Miss, aki a háztartást vitte, amióta a Marikis asszony nevelése befejeződött, számos ládákkal és élelmiszerekkel megrakodva megérkezének a Somjóhegyi villába. Ezek voltak Tóth Mihálynak a legboldogabb napjai. Ide aztán rendszerint összeírta a rokonokat, eljöttek Velkovicsék Trencsémből, Strom ezredes, aki jelenleg szinte Trencsémben feküdt, azon felül a pozsonyi sógorasszonyok és férjeik, úgyhogy néha három nagyüstben kellett a birka főzni. Noha már azok a vígszületek rég elmúltak, amelyekről a kisfaludi versei emlékeznek, és amelyekhez az ő regénye is szövődik a szép szegedi rózával, a világ kevésbé szomjas már és sokkal boldogtalanabb, mint akkor, mikor még badacsonyban, somjón azok a nagy cécók estek, és aztán egy kis bogár is beleavatkozott a Noé apánk plántájába. Mind a mellett még zajosan somjó a sziretkor, világítanak esténként a pásztortüzek, mint apró csillagok, a kis fehér borházak ablakaiból gyertyafény csillog, néha elpukkan egy-egy pisztoly valahol, majd kurjantás hangzik a néma csendben, és innen-onnan messziről elmosódott zenehangokat hoz a venyégék és barackfák közt elsuhanó szellő. Noha lassan mozdul a kálvinista ember, az a tény körülmény, hogy néhány éven át a Kolbrun féle szőlőn termett a legjobb és legkeresettebb bor, arra a meggyőződésre vitte a szőlőtulajdonosokat, hogy mégis Tóth találja el leginkább a szüretelés időt, aminek a házi rókája az oka, nem csoda tehát, hogy a róka, melynek Hanzi a neve, valóságos intézményén nőtte ki magát. Az óriási viták, melyek annak előtte lezajlottak a szőlőtulajdonosok kisasszony napi és az utáni tanácskozásain a születelés terminusának meghatározására nézve, a hatalmas beszédek a darazsak, seregélyek és csatangoló kutyák pusztításairól mind a lomtárba került ócskaságok, mert a tóték rókája, a hanci dönti már most el a terminust, ami pápa városában dobszóval hirdettetik ki és futótűzként terjed el. A hanci nem ugat többé. Erre a varázsszóra nagy kongás-bongás támad az egész városban, üres hordók gurítatnak ki a félszerekből, melyeket megforráznak, társzekerek húzódnak végig a somjó felé vezető úton, újonnan vasalt kádakkal megrakva. Olá cigányok jelennek meg az utcákon istökkel és mindenféle bográcsokkal, bognárok lázas tevékenységgel rakják össze a szétesett dongákat, kovácsok forrasztják a szétpattant abroncsokat a griff vendéglő és a többi kisebb megszálló helyek vendégszobái megtelnek idegen pofájú alakokkal. Ezek a szállingózó borkereskedők, kik a mustot veszik meg a hegyen, hogy mikor aztán megérik palackokba szűrve az egész világba elterjesszék a nemes folyadékot, mely mint a parázs tíz fut végig az emberi ereken, melegíti a vért és kergeti a gondot. Leginkább csak az urak mulatsága ez, szőleje csak a jobb módú polgároknak van. De az idén a vagyontalan osztály is megmozdult. Az iparos ifjúság megvette a lábán a finduramát és szűrszabó mester egyholdas szőlőjének a reménybeli termését, és kivetette köztük annak árát. Valami két forint esik egy fejre. És most születet fog tartani nagy parádéval, vidám tánccal egybekötve, melyre a város minden tisztességes hajadon leányzója, aki valamelyiképpen az iparos osztályhoz húz és tartozik, illő tisztelettel hivatalos. Hidegételek sütemények a hölgyek által hozatnak. A bográcsos húst nemzetes tajtiné és komoráni asszonyok fogják főzni. A zenét rupióska bandája szolgáltatja, szóval gyönyörű dolog lesz. Ahogy a Hansi elhallgatott, legott kivonultak a rendezők, és vékony nemzeti színpántlikákkal kezdték díszíteni a szőlőtejükéket, mintha bizony lehetne őket szebbekké tenni, mint amilyenek színes papírból csinált láz és lámpák csüktek alá diófákról. A borház előtti gyepet kisintelték sima tánc területnek. Csak már most valahogy bolondjában esőne szakadjon erre a sok csecsebecsére. Bent a városban is megindult a lázas nyüzsgés mozgás, a leányok ingvállakat, szoknyákat vartak, a majsternék tepertős pogácsákat, fokhagymás borjú combokat és kövér ludakat sütöttek nagy tepsikbe, lévén valamennyi igen jó borkorcsolya. Ekként indul meg egy egész nehezen mozduló város egyetlen róka után, ha az jól és helyesen tölti be a maga hivatását. De még messzebbre is elértek a Hanzi elhallgatásának következményei. A griffbe az esteri vonattal egy csinos fiatal vadász érkezett, szürke zöldhajtókás zekében, zöld mellényben, szürke kamásn és lámpszárakkal, fején fajtkokastóllas kalap volt, a vállán puska és sárga bőrtariszna. Lehetett nagy úr, de lehetett egyszerű urasági vadász, aki talán a kastélyba akar elszerződni, az ördög ismeri ki magát ebben a szélhámos világban. A fiatalember szobát két megvacsorált, vacsora közben beszélgetést kezdett a kocsmárossal. Messze van, innen somjó. Közel van. Mikor kezdődnek a születek? Néhol már holnap, de általánosan csak holnap után. Kaphatok reggel a kocsit, mely oda visz? Kocsit mindig lehet kapni. Van ott valami vendéglő? Nincs, de nem is szükséges, hogy legyen mindenütt főznek ott holnap. Hát, bizonyosan ott is, ahová uraságot megyen. Nem gondolná, mondá a vadász mosolyogva, mert én ott senkit sem ismerek, és senkinek se vagyok vendége, csupán bizonyos szőlő iránt érdeklődöm. A vendéglős barátságosan pislantott rá, aztán végig simítá tenyerével fején a gyérahajat, megcsörgette zsebében az apró pénzét, és így szólt. Az ilyen csinos fiatalember, uram, mint ön, nem vesz a holnap ez az én véleményem, de még szomjan se. Ez szinte az én véleményem, és ha önnek az volna a véleménye, Holnap, hogy fölkeresne engem az iparosok születén, a findura féle hát azt mondanám, hogy Isten hozta és a többi. Köszönöm szépen, kedves vendéglős úr, bizony nem lehetetlenül odahajt a szükség, ön e szerint künna hegyen lesz. A kocsmáros nyeglén vonogatta vállát, mi tagadás benne ott leszek, kiviszem a leányaimat, az iparos ifjak vidám nagy ünnepét rendeznek, kivették a bérbe a findura szőlőjét, tetszik talán ismerni a findurát. Nem ismerem, Hát kivették és született tartanak. Olyan ez, és most a vadász felé kacsintott, mint mikor a bolhák kögni próbálnak. Mi a mennykőbe köhög a bol, amikor nincs tüdeje. De hát az ők mégis született tartanak, és az én leányaimat is meghívták. Tetszett már a leányaimat? Bizony még nem láttam. Szétnézett, és egy testes nő mutatott, aki neki vörösödve a konyhai tűztől egy messze illatazó fokhagymás rostélyossal futott végig az éttermen egy sarokasztalhoz, ahol a szokásos törzs a szerkesztő, a polgármester, egy-két fiskális és a postafőnök. Ez a kisebbik a tinka, folytatta. A másik, aki most nyilván a konyhában van, még ennél is csinosabb ami bizony nem is mutatkozott fölöslegesnek, mert tinka szeplős volt, mint egy pulykatojás, és idomtalan nagy csontú, mint egy tehén. Nem tehetem meg, hogy el ne menjünk, mert az egyik fiam székálló legény, és benne van a rendezőségben. Ámbátor, egy vendéglők mégiscsak több, mint egy iparos, és ha az ember maga nem becsüli meg a saját rangját, hogyan becsüljék meg mások? De én túlteszem magamat, mert úgy gondolom, hogy a vendéglős olyan, mint a sántával való ferbliben a tízes. Tetszik ismerni a Sántával való ferblit? Minden esetre. Természetesen darált tovább a csacska vendéglős, hiszen látom magyar anyaszülte. Nos, a Sántával való ferbliben a tízes a felső közt felső, az alsó közt alsó, vagyis a vendéglős az iparosok közt iparos, az ulak közt úr. Ez az én véleményem. Ismeri ön a hegyet? kérdezte a vadász. Mint a tulajdon tenyeremet, szolgálhatok talán valamivel? Ismeri Tót Mihály? Tót Mihályt nem ismerem, de a szőlőjét tudom, hol van. A régi Kolbrun féle szőlő, sokat szaladgáltam benne. Nem tudja, itt van-e már Tót úr. Itt kell neki lenni, ez az én véleményem, mert ma nálam járt a vincellérje, és egy csomó öreg hordót vett ki, és fizette. Holnap reggel elszállítom. Ön talán ismerőse Tót úrnak? Azt mondják, nagyon gazdag és derék ember. Nem vagyok ismerőse, hanem arról a vidékről való vagyok, azért érdekel. Nem, de urasági vadász. Igen, urasági vadász vagyok. Mindjárt az volt a véleményem, és miféle urasági? A Báró Soha se hallottam ezt a nevet, dörmögte a kocsmáros. Hm. Már a mágnások is sokan vannak. Az ördög gondolná, hogy annyi sokan vannak, elszaporodtak, mint az egerek, hanem azért többnyire jól élnek, ez az én véleményem. Brozsik? Kiáltál most egy harsány hang a törzsasztal mellől, mire a testes vendéglős felismervén a polgármester úr hangját, megfordult a saját tengely körül, mint egy pörgettyű, és elhagyván fiatal vendégét rohant a nevét kiáltó hang felé. A fiatal ember pedig fizetett ezek után, és felment a szobájába. Reggel korán felkelt, és szemügyre vette az udvart. Egy katonatisztel találkozott a garádicson, aki rábámult, és felkiáltott. Kriszti Noszti, te vagy az vagy a lelked. A vadász összerezzen, szerezzen Pssz, figyelmeztette halkan, ne kiabálj kamerád, inkognitóban vagyok, Fitos Jánosnak vagyok a vendégkönyvbe beírva. A tiszt nevetve csapott a vállára. Ej, lurko, lurko, még mindig a régi rasszcsa, no, hát nem találkoztunk, szervusz kamerád. Ezzel fölment a lépcső, Noszti pedig lejött és érdeklődni kezdett az elszállítandó hordók iránt. Az volt a terve, hogy miután a hordókat a tóték szőlőjébe viszik, felkuporodik jó maga is a szekérre, és így jut el odáig, anélkül, hogy útközben fűtől fától kérdezősködni kelljen a szőlő után, esetleg áruló nyomokat hagy hátra. Az udvaron csak ugyan állt már egy társzekér hordókkal megrakva, bizonyosan ez az. A rúd végibe járom volt illesztve, enél fogva ökrök lesznek befogva, hm, annál jobb és akkor fel se kell ülni a szekérre, elég lesz, ha a nyomába ballag puskával a vállán, és ahová majd befordul a szekér, az lesz a Tóth Mihály szőlője, semmi se lehet megfelelő bennél. Mindenek előtt megreggelizett bent az étteremben, a kocsmáros, mondták a pincérek, már hajnalba kiment a lányaival, némi hideg sültet szerzett a tarisznyába, az élelmezési ügy minden hadműveletnek egyik legfontosabb része. Vidáman fütyörészve indult meg aztán a szekér után, mely előtt négy soványökön szedegette kedvetlenül a lábait. Míg a sima út tartott a völgyben a rétek és a suhogó kukoricások között, addig szinte úgy látszott, mintha magától menne a szekér, és az ökröcskék csak azért lépegetnének, nehogy hátba lökje őket a jármű, hanem a hegyen aztán kisült, kiviszi a terhel. Az ökrök testén kidudorodó megfeszült inakból. A somjó csak nem egy tökéletes szabályos kúp, mintha egy óriások alapjából borította volna ki a földet, mint egy ezer holdnyi kúpot, mely voltak éppen három kúpból állt, alakja a pápai tiarára emlékeztet. Tűzhányó volt valamikor a legfelsőbb kúp tetején tisztán kivehető a kráter üstelakú öblei, szertezét, a sok lávakő, még most is, később aztán úgy látszik, meggondolta magát, vagyis észre tért a somjó, hogy mennyivel okosabb lesz másképpen adni ki a tüzet, mint forró kőzetekben, formadat eszrej, és most már a legalsó kúpon díszlő venyigék gyümölcsén átjön ki a tüze. A pokolnak is vannak szerencsés ötletei. Ment, mendegélt a vadász a kocskaringós úton, mindig följebb, följebb, mindenütt a szekérnyomában, nézegetve a második középső hegykúpona a szép bazalt sziklákat, vagy a dús terméssel rakott szőlőkön legeltetve szemeit. Egyik másikról, különösen ahol csinos volt a borház vagy a villa, azt kívánta, hogy bárcsak ez lenne a tótéké. Már szinte úgy vette, hogy akkor az ő tulajdona lesz. ön az egyik bazalt szikláról egy sólyon pár repült fel, ideg izgató száncsuhogással. Hirtelen felemelte puskáját, rálőtt, de a két madár sértetlenül szállt tovább. Jó szerencse vadász hogy nem talált, szólalt meg a béres, kérdeklődve állt meg a lövés hallatára. Nagy baj lett volna, ha meglövi a szent madarat. Miért? tudakolta a vadász mert ezek eszik meg a seregélyeket és a mindenféle szőlőpusztító madarakat, és talán agyon is vernék az olyan embert itt a népek, aki egy solymot elpusztítana. És sok van. Lehet vagy húsz pár a sziklák között. Az egész nincs egyebütt. Ezek is úgy maradtak itt, azt mesélgette az édesapám, aki csősz volt a Somjói hegyen, hogy a régi nagyurak, akik itten a várban laktak, ezeknek a madaraknak az ükapáival vadáztak volna, vagyis, hogy a kisasszonyaik, de az még talán akkor volt, amikor még a puskát nem találta ki a német. Elég az hozzá, hogy a nagyurak elpusztultak, de valahogy itt maradt egy pár sólyom madaruk, és azóta élnek a sziklák között a maradékaikban, és a tulajdon szakállukra vadásznak. Né, most is a vár felé tartanak. Csak ugyan nyugatra repültek, ahol az enyingi török bálint egykori vára meredezik. Ott kóvályognak, keringőznek, mintha várnák, hol nyílik meg az ablak, és kinyújtja fehér a vár úrnő, hogy odaszálljanak. A vadász kisé hátra maradt, és a szekér nem sokára befordult a kecskerágóval szegezett hepehúpás útról egy gondozott szélőbe, a sárgára meszelt présház elé, ahol néhány ölnyi terület gyepnek volt meghagyva. Itt kezdték lehányni a hordókat. Valami kabátos alak megjelent és beszélgetett egy kis ideig a lerakódó emberekkel. Távolabb a magaslaton állt a villa, csinos földszintes épület verandával, vörösre festett zsindejfedéllel, két kéménnyel, az egyik javában füstölt. Noszté alkalmas leshely után nézett, olyan pontot keresett, ahonnan szemügyben tarthatja a házat és a tájékát, hiszen egyéb se kell csak, hogy Tót Marit meglássa, ha bár csak egy percre, míg valami jellemzőt, szembe tűnőt jegyezhet meg róla, amelyből aztán ő magára ismerjen a homlódiné receptje szerint. A tóték szőlőjét egy keskeny út választotta el a hippéi féle szőlőtől, a dűlőút Somjóvásárhelyi kanyarulatánál öreg kápolna állt egy dombon, bírsalmafáktól környezve. A kápolnában Orbán szobra. Könnyű lebernyékben mesztelen mellel van ábrázolva, egyik kezével homlokát törülgetve, nyilvánvaló célzás, hogy meleg tavaszi napot kívánnak tőle őt izzadó homlokkal képzelvén. Amit ő maga is érez, mert merev és gőgös a magatartása, mintha mondaná, én vagyok az a szent, akitől a kálvinisták is félnek. Ezt a helyet választotta Noszti, ez volt a legalkalmasabb pont, itt gyanútlanul heveredhetik le a gyepre, legfeljebb fáradt vadásznak gondolják, vagy valami hitbuzgó ifjancnak, akit a fagyos szent vonz ide, senkinek se lesz feltűnő. Pajkos lepkék iregnek forognak, kergetőznek a napfényben, mézes szőlőtől részek darazsak döngnek, a sárgadigók fütyülnek a fákon, de senki se gyaníthat rosszat, csak a bírsalmák lombjai susogják. Jázon van itt, az aranygyapjút ellopni. Feri egész kényelmesen látta innét a vörös ház életét. Csak hamar meggyőződött, hogy tóték már itt vannak. Egy-egy női alak jelent meg a verandán, majd ismét eltűnt. Később aztán ebédhez terítettek a nagy kőris fa alatt. Három hölgy ült az asztalnál és egy férfi, de természetesen nem lehetett tisztán kivenni egyiket sem. Ennek tehát nem volt semmi gyakorlati haszna, közelről kell látni a Máriát, anélkül, hogy magát feltűnővé tegye. Hogy miképp fog ez megtörténni, el sem bírta gondolni egyelőre, de hát, hiszen arra való a gondviselés. Az ügy most már a szőnyegen van, valami csak lesz. Valaki csak közbe avatkozik, vagy az Isten, vagy az ördög. Az Isten jó a jókhoz, segíti a híveit, akik valamit akarnak, segíti, de többnyire csak egy kicsint. A fele nekik engedve át, segíti állandóan. Az ördögi ócimbora, ő is segíti az emberét, igaz, hogy csak egy darabig, de ameddig segíti, nagyon segíti. Úgy látszik, ez az ügydarab neki lett beosztva. Mert alig, hogy megérkezett Feri, és faladozni kezdett a tarisznyája tartalmából, hasmánt feküdve a gyepen, egy óriási pipacsvirágot látott úszni a tótféle szőlő barackfái között ami természetesen nem lehetett pipacsvirág, virág, hanem piros napernyő. Felkönyökölt és kitűnt, hogy két fiatal nő lépeget a barázdán az út felé. Szíve nagyot dobban, felismerte Tóth Marit. Felugrott és a kápolna mögé húzódott, félfejjel kihajolva nézte őket. Igen, tótmari volt. De micsoda finom, törékeny termet, milyen ritmikus mozdulatok, igaza van homlódinak, ennek a lépése valóságos muzsika. S aztán az a szépen ívezett homloka. Hát még a fitosorras azok a mindenféle görbületek a kis pikáns arcocskáján. Feri el volt bájolva, szinte felszíszent a szépsége láttán. Tényleg egyik érdekes példánya volt Tóth Mari azoknak a teljesen szabálytalan szépségeknek, akik nem mindenkinek tetszettek, de ha egyszer tetszenek, nem lehet belőlük könnyen kiózanodni, mert a szabályos szépségek többé-kevésbé másolatok egymásról, s könnyű az egyik helyet másikat találni, egy kis különbségen túlteszi magát a szem, de a szabálytalan szépségek unikumok, jaj annak örökre, akibe mélyen belevésődik egy ilyen arc. Tótmari Barnafalú fulár sejem ruhát viselt finom vonalú fehér patkókkal mintázva, széles szalmak margaréta virágokkal, mely hátra taszítva úgy a hátára alapult, látni hagyva gyönyörű tömött haját, mely koszorúba volt fonva a feje körül. Ezt jól az eszébe véste felé. Ez az, amire szüksége van. Könnyű sejem ruha fehér patkókkal, szalmakalap margaréta virágokkal, no, meg a dog, aki előtte ment, kiöltött nyelvvel nagy lihegve. A dog is megemlítendő a hirdetésben, ennyi jó volna, ha a nevén szólítaná, akkor a dog neve is bent lehetne a lapokban, minden félreért és elkerülésére. Csak kívánnia kellett, hiszen azért volt közel az ördög. — Bligi! — szólt most Tóth Mari kedves csengő hangon, s megütötte napernyőjével a kutyát. — Eredj vissza, Bligi! Ahova mi most megyünk, ott nincsen rád szükségünk. Hallod-e, Bligi? Tehát Bligi, nek hívják a kutyát. Feri kivette a ceruzáját és felírta a nevét. De a Bligi csak nem akart tágítani az úrnője mellől dacára, hogy a másik nő is mindenféle mozdulatokkal bíztatta a visszamenetelre. A másik nő talán jó lesz azt is érinteni a leírásban, ha ugyan Máli néni szükségesnek találja. Szinte fiatal lány volt, épp oly vézna filigrán, mint Tóth Mari, de jóval kisebb termetű, és egyébként is égföld különbség a két teremtés közt. Széles pogácsa arca volt, mint a bogolyé, hegyes orral öltözetét egy cseresznyeszint szoknya képezte csipkés köténnyel, és ugy ugyancsak csipkés ingvál, rózsaszín szalagokkal díszítve, kalapot nem viselt, hanem egy sárga rózsa volt beszúrva, szurok fekete hajfonata közé. Nyilvánvaló, hogy ez a Mari kisasszony szobalánya. Egyre közeledtek a kápolna felé, talán éppen oda tartanak. Feri szepegett. No, hiszen csak az kellene, hogy észrevegyék leselkedését. Legott összeomlana minden. Pedig most már benne volt a vadász hevületben. A vadászéban, aki eleinte csak azért indul a vadnyomain, mert pecsenyére van szüksége, mert éhes, de amikor meglátja a vadat, egyszerre lázba esik, és megmámorosodik a szenvedélytől. A leányok meg-megálltak útközben, mintha tanácskoznának. A mozdulatokról azt lehetett kivenni, hogy a szobalány erősen ellenkezik valamiben, mert a kisasszony a lábával látszott toppantani, és egész alakja parancsolást fejezett ki, a szobalány balra fordult, és egy keresztbe futó baráznál leszaladt a szőlő aljára, a vincelér gunyhójába, melynek ajtaján eltűnt. A kisasszony ez alatt a középső barázdán várakozott, hátra csúszott kalapját lecsatolta és kezében lóbázta, mi alatt a napsugarak hatalmukba vették élénk kis arcát és glóriával öntötték körül. A szobalajány kijött a kunyhóból és titokzatosan intett a kezével, mintha mondaná, jöhet. Tóth Mari óvatosan nézett körül előbb, és azzal ő is félretért az útból és a kunyhó felé vibegett. Nem sokára eltűntek mind a ketten, magokra zárva az ajtót. Mindez különös és rejtélyes volt. Miért mentek oda? Mit csinálnak ott? Hát, ha várnak valakit. A dolog veszélyesen hasonlít valami légyotthoz. Hát, ha itt pápán vagy a szőlőkben lappang valami titkos udvarló, és azért potyog az a sokkosár kosár reketjésen. Még nem is volt szerelmes, s már is féltékeny. Hát nem vagyok én bolond morogta fölfedezni magában a nevetséges érzelmet. De nem tehetett ellene, noha egyelőre minden dolgát elvégezt, és már mehetett volna, mégis ott maradt a kápolna mögött, valamiféle lelki kényszer nyomása alatt bevárni a történendőket. Egy cigarettát sodort, miközben a pók nézésébe merült, mely a maga hálóját a Szent Orbán lámpása mellé fonta, hogy mikor meggyújtják az odaverődő muslincákat és bogarakat, kényekedve szerint elfogdoshassak. A 19. század pókja sokkal értelmesebb állat, mint aminő például egy őskori pók lehetett. A modern technika vívmányai nem hagyják hidegen. Ha az emberek kifundálnak valamit a magok érdekében, azt ő is igyekszik kiaknázni, s íme kombinál, és olyan helyre építi rablóvárát, amelyhez közel van az éléstár. Valami lusta nagy bogarat úgy sikerült befonnia, hogy az most kínosan vergődik a hálóban. Ezt nézi érdeklődve Noszti. A pók felé és alász alatt a sejemnél is finomabb síneken nagy forgásban van, mint a halász, aki cápát fogott. A góliát rovar egy-egy kétségbeesett mozdulatot tesz csápjával a kibonyolódásra, és ilyenkor szakadnak a fonalak, de a leselkedő pók egy iramodással hirtelen ott terem, s csodálatos takács művészetével szinte észrevétlenül egy szempillantás alatt igazít valamit, és újra be van bagyulálva a hálózatba. Feri ráfújja a cigarettafüstöt a kis semmiházi pókra, és azzal mulatja magát, hogy az most már a gömörgő füstöt is a saját hálójának nézi, és minduntalan bele akar szaladni a semmibe. Egy öreg kecskebak, aki a kápolna körüli gyepenlegelész, bámész szemeket igyekszik vetni a pókkal incselkedő vadászra, és elégedetlenül rázza fejét, azért mert egy vadméh bemászott a fülébe, és ott döng, vagy mert az a gondolat motoszkál a fejében, hiszen a kecskében van filozófiai hajlam, hogy a kis semmiházi, a pók, meg a nagy semmiházi, a vadáz voltaképpen egy mesterségben dolgoznak most mint ahogy a póknak egyik szeme mindig rajta van a zsákmányán, Feri úr sem téveszti a kunyhó ajtaját. Jól látja, hogy íme kilép a szobalány és az urnője járását, mozdulatait mímelve egy akasztó fára való fuska, könnyedén, mint egy zerge, átugorja a garádot, és megindul az úton lefelé, szilfid ringó lépésekkel. Majd kilép a kunyhóból Mari kisasszony is. Egy darabig azzal vesződik, hogy a doggot betuszkolja, rázárja az ajtót, megindul a szobalánya után, és alkalmasint látván, hogy az őt utánozza, hasonlóképpen ő is annak félszeg mozdulatait, esetlen fejtartását veszi fel oly híven, hogy egy vérbeli színésznő se jobban. Feri urat kacagásra ingerli ez a kis tréfa, mennyi ügyesség, mennyi pajkos humor van ebben a lányban. Sóvárgó tekintete szinte elnyelte. Milyen nagyon illik neki a tettetett ügyetlenség! Szeretett volna utána kiáltani, bravo, Mari kisasszony! De vajon hová mennek? Töprengett magában, messziről követte őket nagy megnyugvással, hogy a vincellérkunyhó mégsem volt találka hely. Így mendegéltek, dévánkodva a szobalány, a kisasszony, a kisasszony pedig a szobalány testtartása szerint mórikálva magát, ami felette mulatságos látvány volt Nosztinak. A klempasz szőlőjénél. Egy pocsolya képződött a tegnapi esőzéstől, ennek a vízénél megálltak is, mint a tükörben szokás, sokáig nézegették magukat telhetetlen kacérsággal. A szobalány körül is táncolta a pocsolyát, mint egy gonosz villi, mindenféle illegetéssel és hátraszegzett fejjel, hogy lásson magából valamit a vízfenekén. Aztán megint felkerekedtek, megint mentek egy darabon, s ő és ő is utánok, míg végre a martai féle pléfedeles borháznál egy gyalogútra csaptak át, mely kecskerágó bokrok között rézsút vezetett valamerre. Ez volt a vállópont. Feri úr ideérve búcsút vett lelkében jövendő beliétől, aki már jó messze haladt társnőjével. Még egy végső pillantást vetett rájuk, mielőtt nekiramodnék a városnak. Alakjukat félig eltakarták, a bokrok csak a vállaik látszottak, és a fejek, a margarétás kalap meg a sárga a szobalány hajában, hanem néni. Feri úr különös felfedezést tett. Annyira élénk volt a megdöbbenése, hogy hangosan kiáltott fel. Hopp, álljunk meg csak. A szobalány most majdnem egy fejjel volt magasabb, mint a kisasszony, holott pedig azelőtt a kisasszony volt nagyobb, mint a szobalány. Hopp, álljunk meg csak, hogy lehet ez. Egész biztosan emlékezett rá, hogy így volt, mikor a házból kijönni látta őket, pedig mikor ezt a megfigyelést tette, akkor egész közel voltak hozzá. Úgy van, úgy egymás mellett állottak a saját szőlőjükben a közébb tanácskozva, és Mari nagyobb volt, holott a kalapja hátára csúszott, most a fején pipiskedik, s mégis kisebb a szobalánynál. Megfoghatatlan dolog. Egy bolondság, hiszen egyszerű oka lehet. Mari esetleg valami mélyedésbe megy, a szobalány meg magaslaton. Csak hogy Ferinek úgy tetszett, hogy még a sima dűlő mentek is, magasabb volt a szobalány. Persze most már nem lehetett megállapítani, de majdnem esküt merne rá tenni. Bosszankodott, hogy elébb nem vette észre, de ez nem csoda, mert akkor egész alakjuk és egymást mímelő taglejtéseik vették igénybe figyelmét, míg most a gyalogúton, ahol a bokrok miatt jóformán csak a fejeik láthatók, fel kellett tűnnie a különbségnek. De vajon valóban utánozták-e egymást? Noszti fejében váltig erősbedő gyanú támadt. Hol volt az eszem eddig? Miért hitte inkább azt, hogy két nagy utánzó tehetség került az utamba, mint az egyszerűbbet, a mindennapit és közelfekvőt, hogy azért osontak be a vincelér kunyhójába, mert toalettet cseréltek? Hova tovább, mind érdekesebb perspektíva nyílt meg előtte. Hát így vagyunk. A napnál világosabb ruhát cseréltek a kunyhóban. És mi következik ebből? Az, hogy a kisasszony kalandra megy, mégpedig a szobalány képiben. Szent Isten, milyenek ezek a mai lányok? De hát mit él az ilyen sopánkodás? Az embernek végre is meg kell házasodnia. Kivált, ha az ostáblán csak ez az egy mozdulata van. Ha a mai lányok romlottak, hát romlottak. Az ember nem választhatja se a múlt, se a jövő generáció belieket. Még kevésbé veheti el élettársul a kegyes életű püspököket, csak mégis a mai leányok közül kell kihúzni egyet, lehetőleg olyat, akinek a talpához minél több föld van hozzáragadva. Csak egy másodpercig kedvetleníti el a fölfedezés. Jobban átgondolva a helyzetet még örült neki, hiszen hát miről van szó? egy titoknak jött nyomára, aminek esetleg hasznát veheti. Határozottan voltak vigasztaló oldalai a helyzetnek. A kisasszony a szobalány állarca alatt folytatta szerelmeteskedését, bizonyosan valami alantas emberrel, tehát nem veszedelmes vetétárssal. Nos, ez a kis árnyék föl sem ér majd a leendő dámához, mint ahogy a királynak se számítanak azok a csínjei, melyeket hommi mátyás diákok és kóborlovagok neve alatt inkognitó elkövet. Hanem már most az a fő, ha már ilyen világító szállat csúsztatott kezébe a sors vagy az ördög, hogy egész a végére járjon. Ezzel letért ő is a gyalogútra. Lássunk világosabban, mormogta, s megbiztatván egy kicsit lábait, csak hamar utolérte a lányokat, vagyis csak a nyomukban maradt egy puska lövésnyire és csak ugyan némi világosság nyílt, amint a kanyargó gyalogút vége kilátást nyitott a szőlőhegy túlsó oldalára. Lent a hegytövénél nagy népsokaság hullámzott egy szőlőben, a fákon nemzeti szín zászlók lengtek, a cikcakos mezei utakon a város felől egyre sereglettek a tarkábnál tarkábalakok. Mint valami mágtábla, úgy virítottak a különféle színű női parazolok egy-egy hűs szélára, mely a fák leveleit megmozgatta néha, valami olyasféle elmosódó hangot hozott, mely erősebb korában cigányhegedűből születhetett. Egy taplósipkás, mándlis polgár kicsi borháza előtt két nyársra tűzött fogjat sütött, élénken lobogó tűznél, melyet egy inas gyerek élezgetett rőzsével, száraz Amint később kitudódott, Répási János volt a híres virágos szavú pápai mérnök, vagyis Szabó, aki azért nevezte magát mérnöknek, mert jó módul évén se nem szabott, se nem vart, az a legények dolga, ő csak mértéket vett a megrendelő alanyokról. Más különben sem törődött valami nagyon sokat, hogy valamely fogalom megjelölésére a helyes szót használja, sőt, éppen arról volt nevezetes, hogy szabadon mert gázolni a magyar nyelv virágos kertjében, mint egy beszabadult bivaj. Feri úr, köszönnek, és tisztelet teljesen szólítál meg. Ugyan kérem, szeretettel bácsi, miféle sokadalom ott? A tapló ember körülnézett, s noha csak egy helyen mutatkozott sokadalom a láthatáron, mégis megkérdi alaposan. Melyiket érti elméje rejtett kuckóiban? Ott mi, ahova az a két lány tart. Répási uram megpiszkálta előbb a tüzet. ott ma a vidámság szellentjőit prüszögetik. Bált tartanak, kottyant közbe az inas gyerek. Mire hirtelen nagy csattanás következett, amit Répási uram tenyere idézett elő a szabóinas pufók képén. Hogy mersz beleszólni, te láb, mikor a fej beszél, de nem is láb, te kisúj. Majd ismét nyájasan fordult Noszti felé. Írtani kell az ifjúság fattyúhajtásainak ösztönzetét, uram, mert a fejünkre nőnének a kedélyzetei. Ám igazat mondott ő, mivel hogy valóban a tánc tajtékzó serlegeibe merülnek az iparos keblő ifjúság mindkét nembeli ágazatai. Igen, hallottam erről valamit, hogy szőlőt béreltek volna ki a fiatal iparosok és születet tartanak, szabad vajon oda elmenni idegennek is? Répási uram meggondolkozott egy darabig, majd a következő rejtélyes választ adta. Ha egy kézizzadságbeli piszok terebesedik a körme alatt. Látván, hogy nem érti meg a vadász, kedélyesen hozzátette. Én se cselekedvén egyébképpen, mivel hogy vágyaim, zománcai engem is odahajtanak, feleségem is leányom ott létének ténybeli árnyalatai miatt, elmeneteli akaratom csupán két fogolynak lévén fogja, ők ugyanis nékiek elviendők ha a vadászúr türelmének szivárványai medrükből ki nem csapnak, míg a megdicsőült szárnyasok elvesztik jellembeli nyerseségüket, én magam, Répási János, vezérlem a vigasságom a völgyébe, mert ámbátor, magam is szőlő tulajdonos vagyok, itt la, jussom vagyom vendéget vinni, és én szeretem a fiatalságot, mert... utóvégre a fiatalság sokat ér, már azért is, mert a fiatalságon sokkal jobban áll a ruha. Feri köszönettel fogadta el a meghívást, és késznek ajánlkozott, hogy megvárja a foglyok elkészülését, leült ő is a tűzhöz. A ruhamérnök végigmérte tekintetével, és így szólt inkább önmagához, hmm, a fehér népek nem aprehendálnak meg. Mi alatt a foglyok vidáman sercegtek, és szemmel láthatólag zsugorodtak, addig a ruhamérnök szája egyre járt, és fejtegetései nyomán az előbbi homályos mondása a köröm alatti piszokról nyert valamennyit értelmezés tekintetében. Elmondta ugyanis, hogy a szőlőtelepnek mai születe tanulságos példa boldogulásra, mely az egyesülésben keresendő, hogy azt mondja, minden ember körme alatt van egy kis feketeség, külön-külön piszoknak neveztetik, de ha az egész emberiség összerakná, ami a körme alatt van, például a Karst hegységre, hát egy pár hold fekete termőföld lenne belőle. Megpirulván a szalonnával kellőképpen megcsöpögtetett foglyok, miután egy régi újságpapírba csavartattak, Répási uram felhúzta ünneplő dókáját, mely a borház ajtajának kilincsén lógott, staplósipkáját felcserélte fekete új kalapjával. A készenléti indulás párazataiba jutottunk, mondá, de talán ne menjünk gyalog. Oda szólt az inasnak, vezest ki a pónit, ördögfatja! Mire az inas bement a pincébe, mely a borházból nyúlt be a föld alá, és kisvártat vagy liliputi gerűbelül fertájakos hordócskát hajtott maga elé. Ez volt a póni immár hömpöges lépteink előtt az úr nevében, ámen, rendelé a bolondos szabó. Szót fogadott az inas, s kellő ügyességgel gurigázta előttük a kishordót a lejtős gyalogúton, hadd legyen fullajtár, hirdetve az egybegyült sokadalomnak, hogy kiváló személyiség érkezik, hozván magával ivó vendéget, de italt is. 13. fejezet melyben leíratik, milyen finoman mulat a kisvárosi polgárság, ha úgy esik a sora. Feri előtt most már tisztán mutatkozott a tényállás, mindent kitalált. Nagy segítségre volt a kép, melyet Máli néni festett meg Tóth Mari jelleméről. Mégse bolondság a pszichológia, biztos kulcs némely zárhoz. Íme, hogy világosodik meg a láthatár? Az mondattatott, hogy a leányt a kis hitűség emészti, hogy a gyagyonáért kapkodnak utána, senkinek se hisz, a tükrének se. Hiába mondja anyja, hiszen gyönyörű vagy kis virágszála, ej, ugye melyik anyja nem tartja szépnek a rút magzatját, hiába állítja ugyanezt a környezete, ámítás, vigasztalás, gyöngétség, hízelgés. A tükör is ezt mondja, a tükör nem hazug, de hazug a szem, mely a tükörbe tekint, hiszen talán a varangyos béka is szépnek látná magát. E gondolatok közt vergődik lelke itt a szireti magányban is, ahol érdekes esemény készülődik. Ez a szireti mulatság a Findura szőlőjében. Bizonyosan hallott róla beszélni nevezetes eset itt a hegyen. Ott lesznek a környék összes szobalányai és a mesterember lányok, szóval közönséges társaság. Az ördög súg neki egy gondolatot. Az ördög jó cimborája a tépelődőknek. Az ördög hozzáosan és körülbelül ilyeneket mondhat. Tudod te, Mari, ez volna ám jó alkalom, hogy a marcangoló kedélyeidet eloszlasd. Könnyen eldőlhetne most a dolog. Mutatok én neked egy föllebbezési fórumot, amelyik ítélni fog a te az anyád szeme, a környezeted bókjai, a tükrödincselkedései és a test krupulusaid fölött. Könnyű és fekvő dolog valóságos kolumbusz tojása, amellett úri tréfa és egy csöppet sem veszedelmes, mert téged ott senki sem ismer. Vedd fel a szobalányod gúnyáját, és eredj arra a mesterbára, állj be a táncosnél sorába, ott éppen csak annyit van, amennyit a természet adott, ott csak azt ítélhetik meg, azért aztán meglátod, mit érsz, petrezselymet árulsz -e, vagy lépes mézet. Méresd meg végre, mit nyomnál a mázsán pénzed nélkül. Biz ez így volt egészen, és Tóth Mari Eppersben valóban ott állt meghúzódva a táncos nőken nagy remegve, lázban, hányattatva visszatetszés szorongó érzései, és a helyzet újdonságának ingere között, míg a szobalánya Klára hátra maradva úgy tett, mintha arra sétálván pillanatnyira megállt volna az Isten atta nép ártatlan mulatozásait nézni. Az igazat megvalva, jobb szeretett volna most a saját ruháiban lenni a kisasszony helyén, de hát a drágalátos angyal kedvéért meghozta az áldozatot. Csak már vinnék is a táncba szegénykét, de még eddig nem akadt senki. Istenem, de nagy marhák az emberek. Kevé testtartással rizálta magát, csipkés napernyőjét kacéran feszíti a nap felé. Némi kárpótlás a táncért. Mert hiába szép dolog, ha az ember előkelőnek érzi magát, hát ha még a lornyettet is elhozták volna. Szinte úgy rémlet neki már így is, mintha más vér pezsegne ereiben. Élvezte a mesterasszonyok rátapadó irít tekintetét. Szerencse, hogy ő nem látott be a koponyájukba, mert bizonyoda az a megfigyelés nyomódott be, hogy íme egy szakácsné, akinek az úrnője nyilván nincsen otthon, minél fogva beleszabadult a gárdrógjába. Utcuni, utcuni, ki jön, itt, ki jön itt, répási bácsi jön itt, vivát, vivát. Vidám kurjongatások fogadják mindenfelől. A kis hordót gurítja elől Pali Inas, utána lépked egy szenátor komolyságával ő maga, az oldalánál pedig egy puskás ember. Némelyek a hordót veszik pártfogásba, hogy a csapra üssék, mások az öreghez sietnek. Köztük Katka is, a répási szikraszemű szép lánya, akinek átadja a sült foglyokat. Sokan a délceg fiatal vadászt méregetik kíváncsian, még egyszer csak annak is akad ismerőse. Hop hop, itt vagyok, kiállt feléje Brozsik, a vendéglős. Hozzáruhan és viszi egyenesen a lányaihoz. Karolinka, Tinka, hol vagytok? Táncost hoztam az ebugatta. No, az derék, hogy mégis eljött. Répásiné asszonyom, a legnagyobb nyelvű asszony pápán, megorolja Brozsik uramnak ezt az eljárását, és odaszól az urának. Miféle szerzetet csípet fel, kigyelmed megint. Mire felelte a répási János kenet teljesen, asszony, azt én te neked meg nem mondhatom. És ugyan miért pattant fel a kardos asszonyság haragosan? Mert nem tudom. Hát miért nem kérdezte meg tőle, mikor idehozta? Mert tud meg oktalan teremtés, hogy répási János nem lévén a szószaporítás emberre nem elegyedik haszontalan részletek szemelgető morzsolgatásaiba. Ezzel aztán leült Répási egy hosszú asztalhoz, mely tele volt rakva félig üres palackokkal, poharakkal, kancsókkal, valamint üres tálakkal, melyeken állati csontok fehér lettek, szóval a déli lakoma romjait mutatta az asztal, mennél mindössze néhány öreg mester kvaterkázott. Répási asszonyom ellenben nem pihent meg ezzel, sőt, csak most ereszté meg kenyelvét kedvére, az öreg asszonyok felé fordulva. Nem bánom én, akárki legyen, ha mindjárt valamelyik áruhába öltözött Eszterházi is, de ami szemtelenség, az mégis szemtelenség. Hogy jut ahhoz Brozsik uram, hogy viszi a maga lányaihoz, mint valami megtalált pecsérke gombát? Ha már az urammal jön ide, no ugye, azt hozta volna magával az illedelem, hogy nekem vagy az én katámnak mutassák be, de nem, ide karikázik a csámpás lábaival, és viszi a gyönyörű kisasszonyainak. Karolinka, Tinka, egy táncos hoztam nektek, hogy ki nem ég a szeme. Hiszen nem azért mondom, mintha egy és más az én katámnak kellene. Minden újjára három van. Nem, hogy táncos, valóságos, kérő. De nem adom ki a házból, hadd élje még egy kicsit világát. Úgy is csak addig, amíg velünk van. Ember legyen, aki kiemeli a fészekből. Azt mondom, válogathatok, ráérek. Egyetlen leány, mindene van. Szép ember jön, engem ugyan el nem káprázhat, hiszen kata is szép. Nemes ember jön, no hát kata is nemes, répás ide édem. Ügyes ember jön, ügyes a lányom, és gazdag ember jelentkezik el, hiszen elég vagyona van a katának, nem szükség magát eladnia. Okos ember kéri, kata is okos, hanem igenis, ha valami becsületes, erényes fickó akad, hát nem bánom, vigye Isten hírével. Ez alatt Noszti felakasztotta puskáját egy diófára, és egy pár szót váltott a brozsik lányokkal, akik édeskésen vigyorogtak a szemeibe. Táncoltak-e sokat? Csuron víz az ingem, sejpíték Karolinka. De szeretném látni, tréfálkozott Noszti. Na nézze meg az ember, mindjárt illetlenségen kezdi? Látta önt az este, panaszkodott a másik lány, de maga rám sem nézett. Nagyon el voltam álmosodva. Meg van töltve a puska kérdezte a vendéglős, a fegyver finom damaszt csövét vizsgálgatva. Az egyik csövet. Jó volna kilőni, vélte Brozsik úr. Az ilyesmi élénk a mulatságot, ez az én véleményem. Hát lője ki. Brozsik leakasztotta, és sokáig nézegetvén azt célzott vele erre felé, arra felé, ijeszgette a közellevőket, aztán megkérdezte a vadásztól, mit kell meghúzni, hogy elsüljön. Noszti megmutatta neki, mire elsült a fegyver, s nagy sikoltozás, ijedelem támadt, kivált az idősebb asszonyok közt, kik szintén több asztalt ültek körül. Csak hogy itt nem bor volt a cilinderüvegekben, hanem kávé, melyet otthonról hoztak, s vízgyanánt hörpengettek. A kannák citromos vízzel voltak megtöltve, azokból merítettek a gavallérok a táncosnőiknek, s apró bögrékben szaladoztak vele. A mulatság folyt, de már lankattan majd este felé élénkül fel újra. Most délután lusták az emberek, nagyobb része emészt a fák alatt, némelyek el is aludtak a gyepen, s mélyen hortyognak, ami furcsán olvad bele a muzsika szóba, mintha a brúgónak lenne még egy mellékhangja. Alig tíz-húsz pár ropja még folytonosan a csárdást. Egyik másik legény kidől, de viszont sorba állnak a pihentek, s hopp-hopp, húzzad, rupi, hajrá, rupi, ha elszakad az a húr, megfizeti ez az úr. Délelőtt még sok mindenféle inger volt. Egy-egy szerelmes párocska, ha megunta táncot, szüretelni ment, s a venyigék közbújkálva, míg a szőlőszemeket csipegették egyenként a lelógó fürtökről, sok egyéb édességhez is alkalom nyílt. De most már le van tarolva a szőlő, nincs azon még egresse. Kóta Béni a hegyke legény ki a táncos nője macskás terka kívánságára, hogy egy kis szőlő tehet még, felkutatta tőkéről tőkére az egész kibérelt területet, Utoljára se talált egyebet, csak egy sündisznót a barázdán, amit csintalan jókedvel odahajított a táncoló párok közé. Bezzeg lett sikoltozás rémület. A jámbor sündésznó véletlenül éppen a kackiás Szűcs Mihályné finom habvállára pottyant és megszurkálta. Úgy kell neki, minek hagyja nyitva a testét. Összeesett, elájult, úgy kellett fellocsolni. Volt nagy gabajodás, vidámság nevetés, a kedélyes tréfából kisarjadzók. Aranyat ér az effajta fűszer, ilyenkor midőn már a fáradtság jelentkezik, kivált a férfi népnél. Kereszbe áll a legények szebe, mert sokat ittak, csúnyák, mint az ördögök, hajuk belóg a homlokukba, bajúszuk lekonyul, Egyébkor sem csinosak, kevés bennük a daliás elem, szépek csak az urfiak és a parasztlegények, kiket a legédesebb, legegészségesebb anya a föld. A gyalú, fűrész, bicskia, olló, varróti, mostoha szüleki keservesen táplál, kajlákra hajlítja lábaikat, görbére a hátukat, s valami elkényszeredett, kelletlen árnyalatot be az arcvonásaikba hanem a leányféle. az szépen megterem a műhelyek környékén is, mint ahogy a muskádli virít a cserében, vagy a kocsi kenőtyös katujában is, de az akác nem. A lányok itt is takarosak, tessék csak körülnézni, egyik szebb, mint a másik, és ők nincsenek is még kifáradva, csak a frizuráik és a toalettjeik mentek tönkre a szoknya kiszakadt a ráncaiból, a fodrok megtépve szapatokban lógnak le, de hisz éppen ez a szép, mert ez jelzi a kapós lányt. A fehér ingvál piszkos a sok izzadt tenyértől, némelyik lányon ki is van égetve, mert a gavallérki nem fér a bőrébe, és égő szivarral táncolja a mártogatóst, táncos nője vállára hajlítván fejét, hogy a női nyak illatától megmámarosodjék, akaratlanul, de sokszor sejmaságból is odanyomja a szivar tízes végét. Fölsziszten a lánya fájdalomra, s beáll a gyors beavatkozás szüksége az oltás, ami nem kis gyönyörűség a tenyérnek, mert hát bizaz becsúszik ilyenkor tilos helyekre is, ráfogván, hogy a tűz odább harapózott. Szóval alaposan kell eloltani. El is alszik aztán a terjedő tűzszikra az ingvállon, vagy a kacabájon, csak a kormos szélű lyuk marad utána, de kigyúl a helyett az arcokon és a szemekben. Hát bizony nem uralkodik valami nagy gyöngétség vagy finom modor. De hát kinek mi köze hozzá, mikor a lányok meg vannak vele elégedve, és így is boldogok. Anyáik, nagyanyáik mind így mentek férjhez, nem lehet hát az rossz szokás. A táncos legény nem megy a lányok csoportjához, mint az uraknál, vagy meghajtsa magát a kiszemelt előtt, hanem csak a félszemével kacsint, vagy a meggörbített ujjával int öt-hat lépésről. Ha aztán a jelre több lány rezdül meg, és habozást támad, fenhéjázó móddal jelöli meg az igazit. Tegyere ide, te kis kancsal! Vagy ahol előkelőbb a levegő, aminő például itt a findura szőlőjében, ott per maga vagy kegyed megy ilyenkor a megjelölés. Maga kis dundi, ami iparos nyelven kövéret jelent, vagy maga, maga nagy szözke. Régóta állt már a piacon, Tóth Mar is, mert piac az a szószoros értelmében, ahol csak a portéka van kirakva az eladók. Ezek fölött tartanak szemlét a legények sokszor fumigatíve int egyik másik a kezével, hogy egy se tetszik neki. A menyecskének semmi helye a piacon. Aki menyecskével akar táncolni, azt valahol más ünnen kell előkeríteni, és ez, mint a birka az úsztatóba, csak nagy húzakodva engedi magát elcipeltetni a tánc helyére, még ha úgy kopogna is a szeme egy-két forduló után. Úgy kívánja azt az illedelem, hát így csinálják. Mari szerényen vonult meg valahol a harmadik sorban, meg se látszott kis finom arccal, sok mindenféle gurgulja a fej közt. Egy-egy lány kihúztak az integetések vagy a kacsingatások mellőle is, jobbról-balról, de neki nem akadt szerencséje, ami nem csoda, mert igaz ugyan, hogy a szép arc nagy segítség az ilyenben, míg a szép termet, ám bár azt nem látni a harmadik sorban, de vannak hathatósabb emeltjük is, ilyen a nexus a mesterfamíliák és az ismerettség a legények közt, ahol leány van a háznál, ott rendesen vannak legény alkalmazottak a műhelyben, akiknek úgy szóván kötelességük megforgatni a gazda Mari kisasszony különben már megbánta merész kíváncsiságát. Szeretne túl lenni a kalandon. Megunta már a dangubálást. Talán restelte is a szobalánya előtt, édes örömest otthagyta volna a kirakat beli helyet, de az nem volt könnyű, mert a háta mögötti sorok úgy szólván elzárták útját. Éppen mikor a visszavonulás módozatán töprengett a hamupipőke, egyszerre csak a sor előtt terem a vadász, s félreérthetetlenül feléje int a kezével. Tóth Mari észre sem veszi. A balszom szénnéja egy tömzsi vén lány oldalba. Magát hívja az az úr, nem látja. Egész teste megremeg, minden vér arcába szökken, és elhomályosul előtte a természet, még valami jó leső melegség fut erején. Hát, mégis. Az előző sorok megnyílnak előtte, mert rend van elől, s mint egy öntudatlanul tántorog ki az ifjú, az, akire még csak most vet egy bátortalan tekintetet. Úgy rémlik neki, mintha ismerné valahonnan, mintha már látta volna valamikor a vadászt, aki gyöngéden fogja meg a kezét, pedig nagy bolondság, mert még elárulja, hogy nem mesterlegény. De Mari nem veszi ilyet észre, nem lát, nem tud már semmit. Átveszi fölött az uralmat a zeneütem, meglendíti picin lábács, azok szárnyakká válnak azonnyomban. Szál, szál ismeretlen világokon át, pedig ez még csak a lassú, a lépegetés költészete. Kellemmel teljes előkelő mozgás, de már kikicsillan belőle a szilajság gyulladozó szikrája. Táncos a párját, elereszti persze csak azért, hogy aztán elfogja, megédesen illegeti, hajlongatja magát előtte. Mari egy kicsit járatlan a csárdás zamatos fortéjaiban, hiszen Amerikában nem tanulhatta ki, nem tud elosonni kacérkodó incselkedéssel és elvegyülni idegen párok közé, s mikor már-már megfognál a táncos a táncosa, kisiklani karmai közül a pillangó illanásával, csalapintakanyarodással, pedig csak úgy szép a fogdosó, a nehézséggel jár. Ezúttal ugyan nem virtus, ott fogja el, úgy fogja el, ahogy akarja, mint a pihegő madárkát. A rupi rárántja a frisset, no, most kell megnézni. Most jön a kopogós. egy de tudja, majd átkapja a mari derekát két kézzel, fölfölemelgeti, leleerezgeti filigrán táncos néját, mintha piskótát mártogatna édes tejben. Harmatozik immár a homlóka, és lóbálódzik hajában a sárga rózsa. Jaj, már le is esett. Lehajlik érte hirtelen, de csak azt a kezét fejti le a lány derekáról, amelyikkel fölveszi. A lány is leveszi a vadászválláról az övét, és a rózsa után nyúl. Nekem adhatná, mondja a vadász. Minek az magának? Feleli vissza. Most hallják először egy más hangját. Hát csak, eltenném magamnak. Úgy sincs már meg a szára, ellenkezik a lány csendesen. Hiszen éppen azért, mert nem veheti már hasznát. No, ugyan maga meg nagy hasznát veszi. Évődik Tóth Mari. Ide adja. Mari vállat vont, mire Nosztiferi az inge hasadékán át a keblébe csúsztatta a rózsát, de előbb megcsókolta. Kigyúlt erre a lány, mint a láng. Röstelkezni látszott, úgy érezte, hogy egy kicsit tovább ment egy ismeretlen alantas állású ifjúval, de ez csak egy pillanatig tartott, hiszen nem is ő van itt voltaképpen, hanem a szobalány, a kovács Klári, és ami a rózsát illeti, hiszen nem az enyém. Fejezte be a gondolatát hangosan, hogy nem a magáé. Csodálkozott Feri ravaszul, hiszen erről a fejről esetle vagy talán ez a fejse a magáé. Mari az ajkaiba harapott, és nagy zavarba jött, hogy most majdnem elárulta magát a fennhangon való gondolkozással. Lesütötte a fejét, és mosolyogva mondá, a fej ugyanaz enyém, de úgy érzem, mintha nem az enyém lenne, mert egy kisé elszédültem a táncban. Feri erre rögtön abba hagyta a táncot, és az áldogáló táncos nék sorához vezette. Pihenjen meg egy kicsit, de még talán jobb volna, ha leülne valahol. Talán ott az asztalnál, ha helyet szorítanának. Nincs ott valami ismerősép. Nincs, nincs, felelte kedvetlenül, mert egy csöppet sem volt még elfáradva, és csak zavarában kifogásnak rántott elő a fejszédülést, szeretett volna még táncolni. Hogyan? Senkit se ismer. Tehát nem pápai a kisasszony? Sem pápai nem vagyok, mondá halkan, sem kisasszony. Noszti ilyetten látszott felszisszenni, ó Istenem, hát már félnél van. Nem úgy értettem, felelte szégyenlősen, miközben a kendőjével legyezte magát. Hanem, úgy, hogy én csak szegény szabó lány vagyok, egyszerű cseléd. Ez a fölfedezés láthatólag elkedvetlenítén hozzá hozzátartozott ez a szerepéhez, melybe apránként kezdett belejönni. Úgy tett, mintha egyszer nagyon elhidegült volna, elbocsátott a mari kezét. Nem gondoltam volna, mormogta csendesen. A lány kíváncsisága föl volt már ezzel piszkálva. Hát mit gondolt? Tudom is én. Mit gondol a seregé, ha valahol egy szép szőlőfürtöt lát? Csak nem hiszi talán, hogy ez akkor azt mérlegeli a gróf tőkéjén nőtte az, vagy egy közönséges zsellérén. Hanem megeszi, ugye? Felelte rá Mari hirtelen. No, köszönöm. Maga engem meg akart enni. Miért ne? Hiszen megenni való. Ugyan menjen, talán mézes kalácsos, hogy olyan pazarul bánik a mézes szavakkal. Noszti kitért a felelet elől, vagy nem hallotta a megjegyzést, mert megfordult és körültekintett a tarkabarka mulatozók csoportjain. Sehol se látok valami üres ülőhelyet, mentegette magát bosszúsan, s nekem sincs itten ismerősöm. Alkalmasint maga se ide valósi. Én csak átutazó vagyok, de megálljon, látok valamit. Noszti észrevette a pónit, a répási uram hordóját, ott áll kipányvázva a gyepen, az ördög se törődött már vele, hát bizonyosan üres. Ott hagyta tehát Marit, és fölkereste a szabót, hogy engedje át a pónit egy fáradtságtól kimerült lánynak ülőhelyül. Hmm, dünnyögte lépási, a hordó is kimerült, a lány is kimerült, hát összeillenek. Elvihetem? Répási uram felhajtott egy pohár bort, és nagy lendülettel felelte. Egy kősziklát láték idejövet, mely kettérepet, hogy helyet engedjen egy vadrózsának, mely nem tudott a kő alól kinőni. Répási János se budborékolhat kegyetlenebbül, midőn egy rózsabimbó számára az elhelyezés mi voltja helyeztetik tárgyalás alapjául, és mikor Répási Jánosnak meg sem kell repednie emiatt. Feri hát odagurította a hordót a lányok csoportjához, és megkínálta Marita leüléssel. Tessék, édes lelkem, üljön le! Ez a lelkem megszólítás is most már tilszerű volt a vallomás óta, de hiszen érti magát a gyerek. Az ülőke elhozatala olyan nagyszerűen gavalléros tetnek tűnt itt fel, mint mikor Herceg Monroz bibor terítéle a sárba, hogy egy hölgy száraz lábbal léphessen ki a kocsiból a csónakjához. Az általános figyelem Noszti és Mari felé fordult. A bámulat megaranyozta Nosztit, elnyedecsínyos fiú, de ugyan hová tette a szemét? Az irítség nyilazni kezdte Marit. Ki lehet? Honnan jött? Ki ismeri? puska, erezték ki fullánkiát répásiné, úgy áll rajta a ruha, mintha vasvillával hányta volna rá valamelyik béresünk. Ezzel azt is jelezte az ifjúság előtt, hogy béreseik vannak odahaza, és pedig többen. Úgy mórikálja magát, mint valami úri kis asszony, Vélte Komádi Józsefni asszonyom a csinos fűzeresné a bencésekkel át elemben. Pedig csak szobacicus világosította fel Erzsi a hajadon húga, mert éppen a mellettük táncoltam, mikor azt mondta vadásznak, hogy ő csak cseléd. Enny, a szemtelen, pattant föl csömör András már meglehetősen félreállt a kontya, mert tisztelője a borítalnak. Hogy mer ide tolakodni rangbéli personák közé? Nem ordóra kellene ültetni az ilyet, hanem a kalodába? No, no, no nem cseléd az. Csillapította kevé Istvánni a megbotránkozókat. Nem látják kegyelmetek, hogy milyen harmatos fehér keze van? Nekem is ilyen volt, mikor még kisasszony voltam. A Kántor lánya volt vásárhelyről. Aztán milyen gyémántos aranykarperes karperes csillámlik a kézcsuklóján. Persze, tudjuk, gúnyolodott somrói Veronika, a vénlány, aki ugyancsak kivót festve, és jól tudta, hogy mit ér a látszat. Bizonyosan a kegyelmed ura csinálta. Kevé István ura ugyanis rézműves volt. Úgy noszti, mint Mari. Semmit sem sejtettek a -e fenekedésekről. Noszti ültetvén a kisasszonyt elvegyült a tömegek közé. Érezte, hogy a voglányban kifőzött terv jobban sikerült, mint remélte, és most már fejlődés képes, de nem szabad rohamosabban érlelni. Egy kis időt hagyott Marinak, míg lelke fölszívja a beadott mérgeket. Már szinte megijedt, hogy többet adott be belőlük, mint kellene. Csak egy kávés kanállal egyszerre, így diktálja az okosság, azért hagyta ott egyedül. Marinak úgy tetszett az elmúlt negyed óra, mint egy szép, kedves álom, melyből még kár volt fölébredni. Okolta magát, amiért elriasztotta a táncosát azzal a vallomásával, hogy szobalány. Mindegy, sugdosta hiúsága, tetszettél neki, az bizonyos, nyilván beléd szeretne, ha volna rá alkalom, ha nem lennél cseléd, hanem valami mesterleány. Hisz az is vagyok, felelgette önmagának, pékmesterlánya vagyok, csak hogy a kifli királyi király kisasszony. Bolondság, bolondság, fűzte tovább a gondolatait, miközben visszaigazgatta azokat az engedetlen hajszálakat, melyek kirázódtak tánc közben a fonatból, és az égő arca körül repkedtek, amint magára hajtotta a szelet csipkekendőjével. Kétségtelenül hibáztam, és ha mamáik megtudják, nagy patália lesz belőle, ja Istenem, csak meg ne tudnák, és ha már elkövettem a hóbortot, legalább mulattam volna, de elrontottam a mulatságomat a vallomással. Ez volt tőlem a második ostobaság. Azt értem el vele, hogy most itt hagyott a gavallérom faképnél. Ej, mindegy, hiszen ha voltak éppen itt cél, mégis el van érve. Egy legénynek megakadt rajtam a szeme, hát mégis szép vagyok valakinek. És egy kedves, szelid mosoly osont el ajkain. Aztán nem is az utolsó legény szeme akadt meg rajta, hanem a legcsinosabbé valamennyi között, két dióbarna szemfinom vékony bajusz fölött. Megint elkezdte fejét törni, hogy honnan olyan ismerős neki a fiatalember, s evégből ismét fölkereste a tekintete. Ó, csak is evégből, hopp, megvan, eszébe villant. A vörös marti szép illusztrációiban szakasztott ilyen a vadász, akiből aztán Mátyás király hámlik ki. Noha kitalálta, mégis önkéntelenül is figyelemmel kísérte a vadászt. Röstelkedve érte magát ezen a hóbortos érdeklődésen, fülig pirult, de, és ez a gyanús, azon megtalálta a mentséget, amivel a belső kisbíró száját bedugta. Elj ugyan mi van abban, hiszen ki érdekelje az idegen tömegből, ha éppen az az egy ember nem, akinek megtetszett. E sokaságból kétség kívül leginkább ő áll hozzá legközelebb, azaz csak állt ám bárki tudja, hiszen miért ne jöhetne még vissza. Tehát már várta. Várta, anélkül, hogy tudná, hogy várja. Feri hidegen, közömbösen őgyelget majd itt, majd ott tűnt fel, beszélt kicsit brozsikkal, majd a répásival, ezzel az utóbbival kocintott is, miközben odajött a répási lány, a szikra szemű, megösmerkedett vele, s egy darabig beszélgettek, nevetgéltek. De micsoda kedvetlenítő nyugtalanság lepte meg Tót Marit ez alatt. Szeretett volna már hazamenni, de nem volt ereje fölkelni a hordócskáról. Próbálta elterelni gondolatait a vadászról, de nem egészen sikerült, majdnem akaratlanul is rátévett a tekintetes, kísérte mindenüvé, látta, mint elválik a répási lánytól, no hála Istennek. Megkönnyebbszik, érezte, most egyenesen a lányok sora elé állt a vadász szemlét tartani, hogy táncos nét válaszon közülük. Sokáig nézett ide, oda, bizonytalanul habozva, aztán, mintha nem talált volna senkit, eleresztette a jobb kezét, melyel inteni szokás is, elment a sor előtt, kezeit hátra téve. Így ment el Mari mellett is, lassan, gondolatokba mélyedve, anélkül, hogy észrevette volna, csak mikor már áthaladt, fordult meg, és mintha csak történetesen esnék, hátra szólt. No, kipihente már magát? A Mari szíve elkezdett hevesebben dobogni, de ezt magának sem merte bevallani. Körülbelül felelte. Nem táncolnánk még egy kicsit, kérdé nevetve. Nem bánom, mondta a lány folytott hangon, és felemelkedett ülőhelyéről. A hordóra rögtön leült süvegjártó Ágnes. Noszti elkezdett táncolni, de alig perdített egyet-kettő amikor a sejma a gubapali fölhajított a duhai kedvel a kolotnoki jóska sejempántlikás kalapját a diófára, és az ott maradt lógva fenn a galjak között. Kolotnoki fölmászott a kalapjáért, és ha már egyszer ott volt a magasban, az a gavalléros gondolata támadt, hogy miután a banda éppen a faárnyékában állva muzsikált, leereszti a rupi hegedűjébe egy ezüst forintost. A forintos azonban a prímás orrára esett, úgy, hogy abból legott megerett a vér. Látván a saját vérét folyni a kabátján, ám bár a cigány szereti a pirosat, Ezúttal rémülten ejti el hegedőjét valóságos halálordítást hallatva, mely csak fokozódott azáltal, hogy a szerencsétlen hegedű éppen egy kőre esett és megrepett, amely körülmény folytán Stradivariusszá lépett elő. Nagy gala támadt ebből. Rupi ajveszékelésbe tört ki a drága hegedűje miatt a banda többi tagjai látván vezérük katasztrófáját, keresztbe tették vonóikat, a brácsás vízérszalat lemosni a rupi arcát. Na mi az? riadtak föl a táncosok. Hát miért nem muzsikáltok, hékás? Rúpi még mindig kiabál, átkozódott cigány nyelve, mire a többiek is neki bátorodának. Nem urákezsék, mondta a flótás, és kezdte a flótáját a szarvas börtokjába csúsztatni. Resélt figéteseknek nem muzsikált, vélte a cimbalmos. Szúrják le a hegedi árát. Nosza odaugráltak a rendezők a sztrájkolókhoz észre téríteni igyekezvén az elkeseredett Rupit, hogy így amúgy, hiszen Kolotnoki jót akart, pénzt hagyított le, kitehet tehet arról, hogy rossz helyre esett, hiszen a pénznek nincsen esze, pedig dehogy nincs. Rupi váltig csökönyös maradt, még végre tömérdek, húzavona, fenyegetés, gorombáskodás, könyörgés után sikerült őt megnyugtatni tíz forintnyi kárpótlás ünnepélyes ígéretével, ami nem is volt túlzott összeg, ha meggondoljuk, hogy az utolsó stradiváriuszok egyikének összetörését volt hivatva fedezni. Míg az alkudozások tartottak a sokáig húzódó színet, bő alkalmat nyújtott a csevegésre, azokról a bizonyos csacsiságokról, melyek semmiképp se alkalmasak a följegyzésre. Még nem is kérdeztem, hogy hívják, kérdén oszti. Találja ki? Juliskának? Nem. Hát hogy? Klárának. Klára szép név, de hát a vezeték nevű. – Minek azt tudni? – vélte Tóth Mari. – Ne legyen olyan kíváncsi. – Arra gondoltam, hogy ha talán egyszer kedvem lenne levelet írni. – Nekem? – szólt a lány ilyetten. – hiszen az lehetetlen. – És ugyan miért volna lehetetlen? A posta elviszi akárhová. Mari habozott egy percig a felelettel, miközben fülig pirult. Az asszonyom soha se engedne meg ilyen levelezést. – Különös asszonyság lehet – jegyezte meg Noszti vidáman – csak nem valami a fejedelem, asszony. Nem, nem, de mégis. Egyszerűen nem utassa neki a levelet. Mari nem felelt, de Noszti örömét találta őt ebben a kérdésben megkínozni, és sarokba szorítani. No, ne okoskodjék, hát Klárika, mondja meg a címét, kérem. Rimánkodó lágy hangon ismételgette, mondja meg, ne keserítsen meg, hiszen olyan szomorú még a gondolatnak is, hogy soha se lássam többet, de persze maga nem bánja mit tehessek. Rebegte bizonytalanul, nagy zavarral. Mondja meg a címét, és a többit bízza rám. Suttogta a vadász mámorosan. A tót Mari megrázta szép fejét tagadólag, és álmatag tekintetét lesütötte. Nem mondhatom meg éppen azért, hogy ne írhasson. Nem akarom. De hiszen nem mutatnám meg az asszonyának. Meg kellene mutatnom, felelte akadozva, mert tudja meg az igazat, mert... De ne nevessen ki, kérem, nem tudok olvasni. Ó, szegény kicsikém, szegény kicsikém. Jó szerencsé, e pillanatban megszólalt a zene. Mozgásba jöttek megint a lábak, és megpihenettek a nyelvek. Mari szabadabban lélegzett, Noszti azonban a boldogtalan szerelmest adta, dacosan szegtelek fejét, és elfordította táncos néjától. És mintha keserű érzései annyira kicsordultak volna, hogy a lábába is jutott, vadszilajsággal járta a táncot. Aholni Brozsik uram is beugrott, és éppen répásini asszonyommal, mintha elefánt táncolna a tehénnel. Mindkettőjükről csorgott a verejtés, Brozsik nagy tokája ide-oda rengett, míg a répásiné pufúkarca szinte már a kékbe játszott a fölhevüléstől. Talán már elég is lesz, lihegte. Öregek vagyunk már, szomszéd. Többet ér egy negyed órai napfény télen, mint egy egész napfényes hét nyáron. Ez az én véleményem, szomszédasszony lelkem. Széles jókedvben ott rezegtette magát, és méltó terhét közvetlen noszti mellett, miközben barátságosan ütött rá a vállára. Sose halunk meg, vadász uram! Noszti dühesen fordult meg, hogy megfenyítse, aki vele komázni mer, de meglátván brosikot és eszébe jutván, hogy hol van, egy mély sóhajjal felelte. Bár csak már meghaltunk volna. Hát mi a baj? Haj, haj, hop! Nem akar a rózsám szeretni, nyögte keserű panaszát a vadász, mire úgy látszik megesett a táncos a szíve, önkéntelenül hozzásímult, szinte hozzá tapadt. Delejes áram futott erein keresztül, szenvedélyesen magához szorította, pedig ez már nem is tartozott a szerephez. Nem tud olvasni, suttogta lázasan, hát a szemek bölse. Nem próbáltam, lihette a lány ábrándosan, jaj, agyon szorít. Legott elbocsátotta a derekát, aztán már csak előtte cifrázta szép formás mozdulatokkal, daliással mind a két kezét a csípő téve. Addig-addig iregtek addig forogtak, még egyszer csak odaértek a cigány elé. Feri egy bankót csúsztatott titokban a primás tenyerébe, parancsoló mozdulattal kiállt rá. Ácsimore, ez jön most! S dalolni kezdte, táncos néjára szegezve izzó tekintetét, nem volt ebben semmi mesterkél többé. Néz rózsám a szemembe, mit olvasol belőle. Mari eleinte puszta szónak vette, inkább lesütötte a szemeit, sem, hogy belemert volna velök nézni a vadászéba, fákja a fákjától gyúlik, jaj, dehogy nézne oda, hanem a legény nem engedte, és addig ismételte a dal első sorát, mindig csak azt húzta a cigány is, hogy feltűnő jelenetté kezdett fajulni, akkor már mégiscsak célszerűbb, ha belenéz. Rávetette buzavirág virág csak egy villantásra találkozott a négy szem, csak annyi ideig, amennyiig a nyíl egy falevelet áthasít, de talán az is sok volt. Aztán lehúnyta, mintha megperzselődtek volna, rájuk húzódott pihentetőül a sejem rojtos szemhely. Mit olvasol belőle? Ugye azt mondja, ugye azt mondja. Daloltan oszti tovább, miközben megfogta a Mari kezét. No hát mondja már, hogy mit mond, mit olvasott ki. Azt, hogy maga bolondot belőlem, felelt a lány tündöklő mosolyjal, amely elárulta, hogy maga se hiszi, amit mondott. A párkák keze azonban soha se pihen egészen, váltig új szálak fonódlak le a guzajaikról. Kolotnoki Józsi nagyon zokon vette a flótás mondását, hogy ők nem urak, s hangulatot kezdett csinálni a rendezőközt, közt, amellett, hogy ezt meg kell torolni. A flótás szemtelenkedett velük, ezt nem viheti el szárazon, meg kell a flótást verni, hogy lepedőben vigyék haza, ezt kívánja az iparos ifjúság becsülete. Ebbe bele is nyugodtak a többi rendezők, mert a becsület egy ugyanazon koszttal táplálkozik, eltörő vélemények csak arra nézve voltak, hogy most lassnakolják-e el a flótást, vagy csak a szíreti mulatság legvégén. Sőt, volt egy harmadik indítvány is, a fiatal Brozsiké, amelyben szintén benfoglaltatott az állás, de úgymond előbb be kell bizonyítani, hogy urak vagyunk, ez pedig akként volna keresztül vihető célszerűen és olcsón, ha valahogy egy négyest lehetne összehozni, mert a négyes okvetlenül imponálna a bandának, s nagyra nevelné a mulatság tekintéjét a külvilágban is, ha híre menne a városban, hogy négyest is táncoltak a születen úgy áll, négyest, de ki tud négyest táncolni. Nagy dolog az, arra sincsen módja a szegény mesterlegének, hogy a fejét megrakná a műveltséggel, nem hogy különböző ismeretek jussanak még a lábaiba is. Hiszen gyönyörű volna egy négyes, nagy eset volna, szó sincs róla. Findura bácsi holtig kevéje nem hogy valamikor négyest táncoltak ebben a szőlőben, de azért mégse tanácsos bugafővel nekiugrani, mert hát, ha valami világra szóló felsülésbe vagy nevetségbe lyukad ki a dolog, hanem egy kis elsődleges tapogatódzást nem árthat, hogy ki tud, ki nem tud, s hány pár állnak ki a döntő percben. A fiatal Brozsik bízatott meg ezzel, mire sorba vette a fiatalságot, s így jutott el Nosztihoz is megszólítván őt illő Szokott kegyed négyest táncolni. Csak nem akar engem táncosnénak, nénak, kérdé nevetve. Szeretnék egy négyest rendezni, ha elég vállalkozó akad. Noszti a táncos néjához fordult. Akarna velem egy négyes táncolni? Miért ne? Felelte Mari odaadóan. Úgy látszik, több helyütti szerencsével jártak is beesett szemű brozsik, mire hirtelen nagy nyüzsgés mozgást támadt, mint a futótűz terjedt el a hír, hogy négyes készül, ami csodálatosan fölajzotta az idegeket és emelte az önérzeteket. Mindenki nagyobbnak, előkelőbbnek érezte magát egy fokkal, kivévén azok a lányok, akik nem tudtak négyes táncolni, s marcongoló, lelkiismert fudalással mélyedtek el múltjukban előforduló olyan amelyek lehetővé tették volna, a finom tánc elsajátítását. A rendezők lázasan futkároztak ide-oda a nagy esemény küszöbén. Ezer és egy kérdés merült fel, nem olyan könnyű ez, ahogy látszik. Megtanácskozandó, miképp történjék a megszólítás. Urak, hölgyek, vagy pedig férfiak és nők. Természetesen urak, hölgyek. De az egyes figurák egymás utánjával és eldevezésével sem volt egészen tisztába Brozsik úr, hiába tanulta a mészárosságot Bécsben. Ezeket bizony magával, rupival kellett megbeszélni évékből e fölfüggesztették a táncot, és újólag kisöpörték és kiegyengedték a tánc helyett. Noszti ez alatt elbocsátván táncos néját, hogy a négyeshez majd visszatér, fölkereste idős Brosik udalmat, hogy valami ennivalót kerítsen tőle, mert a gyomor is megköveteli a magáét, kivált olyan sovány ebéd és annyi testmozgás után. Hanem hiszen egyéb se kellett csak jelezni, hogy éhes. Ha eddig senki se törte magát, őt észrevenni, vele megismerkedni, míg semmire se volt szüksége, most bezzeg, tízen is rohantak az élelemmel rakott kosaraikhoz, fölséges hidegpecsenyék, malacok, ludak, foglyok, nyulak, torták, fánkok és nyalánkságok kerültek ki a sustorgó zsíros papírosok közül. Ide, ide, öcsém, uram, ebből tessék, kedves öcsém, nevesse meg a miénket, tisztelje meg minket is ha nem álltak is egészen jó lábon a finom előkelő tónussal, de a magyar vendég szeretett, a maga teljességében duzzadozott. Tartaléknak eldugott pókhálós palackok kerestettek elő ugyancsak a kosarakból, vagy a krispinek és köpönyek zsebéből, zöldesbe játszó aranyszín nedveikkel, melyek a városi pincékből öregkorukból. Noszti is felugrott, sietett megkeresni a táncos néját. Körülnézett a lányok hullámzó során, de sehol nem látta Tót Marit, hanem ahelyett megpillantotta Bligit, a doggot, amint ott somfordált a lánypiasz túlsó szélén. Aha, a Bligi kiszabadult és idejött. No, ahol Bligi van, ott kell lenni közel az úrnőjének is. Abba az irányba indult egyenest, és most már meg is pillantott a tótmarit, felismert az aranyszínű hajkoronáról, ám bár háttal állt, egy csenevész barackfa levelei által részben elfedve egy másik lányjal beszélgetett, aki széles karimájú lila pántlikás szalmakalapot viselt, amely csak az állát engedte láttatni messziről. Úgy látszik élénken folyt közöttük a beszéd, vajon kivel barátkozott meg? Most egyszerre fölvetette fejét az idegen nő, és noszti lábai megdermettek. Arcát halaványság lepte el. Az, akivel Tótmari beszélgetett, Velkovics Rozália volt, az ő egykori menyasszony a trencsémből. Velkovics Rozália. álom vagy valóság? Talán csak hallucináció kísértet, mely a saját lelki ismeretéből kél ki. Hiszen mit keresne itt Velkovics Rozália? És hogyan eredhetne beszélgetésbe éppen Tótmarival? Annyi véletlen nem fér egy kosárba és mégis ő az, testestől, lelkestől minden mozdulata rával, ő szokta hol leszegni, hol fölhajítani fejét, mint a kényes paripa, a kezét is úgy lóbázza, nem minden kellem nélkül, sőt, a lencse is ott van a bal szeme alatt. Jaj, csak valahogy meg ne látta volna, mert akkor minden elveszett. Egy másodperc alatt kellett átgondolnia és mérlegelni minden Szent Isten milyen szerencse és szerencsétlenség egyszerre. Világos volt, hogy futnia kell innen, nehogy meglássa, ha meg nem látta eddig, de mit szól ehhez Mari? Kitál már várja-e pillanatban táncosát. A táncos nem lesz elő, az már bizonyos. Nagy szégyen, hogy megszökött, de legalább mégsem romlik el minden, mert egyet mást meg lehet később magyarázni, de ha kisül, hogy ki ő, hitvány parti vadászattá durvul a mai bájos kaland. Pedig az a játék már nem megy babba, nem csak a Mari hozományáról van már szó, hiszen még elég pénzes lányokat az országban, hanem az ő szívéről is, mely nyugtalanul dobog és hánykolódik. Önkéntelenül megfordult, és mindenek előtt belevetette magát a hullámozó embertömegbe, hogy észrevétlenül a puskájáig jusson, és minél előbb elhagyja ezt a veszedelmes helyet. De amint az asztalokhoz lopta magát, hol a puskája és tarisznája volt felakasztva, a répási uram háta mögötti szilvafán. Felette kockáztatott vállalatnak látszott a tárgyak leakasztása, mert a körülülők alkalmasint észreveszik. Brozsik és répási tartóztatni fogják. A rendezők, akik most hajkurásszák össze héja szemekkel a négyes táncolókat, előre láthatólag közbelépnek, hogy ne menjen, ebből jelenet keletkezik, vagy legalább szóbeszéd és ráterelheti a rozália figyelmét. Jó lesz vigyázni. Inkább a puska veszel, mint a remény. Noszti tehát arra határozta magát, hogy ott hagyja vadász készségét, és mögéje kerülvén nagyügyesen a ponyvákból készített szüret is hátornak, észrevétlenül leereszkedett a hegy legalján elhúzódó árokba, melyet a hegyről leszakadó vizek váltak ki ott századok óta. Az árokban egy csöp víz se volt, és minthogy két rét meghajolva vendegélt benne egy darabig, teljesen láthatatlanná lett csak messze túl a láttávolon lépett ki onnan, hogy a völgy pázsitján kanyargó gyalogúton a város felé tartson. Előről a pápai templom kettős tornya integetett feléje komoran, hátulról a négyes egyre bágyadozó zenéje csiklandozta. Éppen a Sén figuránál tartottak most. Milyen jó volna ott lenni, a mari puha kezét fogva édes vallomásokat, apró csalni ki belőle. Ki tudja, mi minden történhet még. A nádason innen a tocsogóknál vadludak csapatja rebbent fel, a kukoricásokból nyulak ugráltak ki szemtelen vakmerőséggel, mert ilyen az élet. Mikor puskája van az embernek, kerüli a vad, mikor meg nincs puskája, ott én fereg a lába alatt. Igaz, nem valami nagyon érdekelte most a vad, jobban izgatta az a rejtély, hogy toppant ide Velkovics rozália. A pokol lökte ki magából, vagy az ég küldte, hogy egyetlen húzással elrontsa mindazt, amit az ördög épített. De hát ha mégsem volt Velkovics Rozália, hát ha csak hasonlított hozzá, és most őt csak egy képzeletbeli fantom, egy üres árnyék kergeti a paradicsomból.